6 óra 8 perc, jó reggel, szevasztok. Hát mi nagyon örülünk, tudjátok miért. SMS-ben már meg is jegyezték, mindjárt mondom. Hello, Laci. Jó reggel, sziasztok. Jó reggel, szia Gyuri. Jó reggel, sziasztok. Anett, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello. Mindenki mosolygós, tetszik? Igen. Jó, így kell zárni a hetet. Igen, jó, a pénteki energia, az mindig olyan lendületes, olyan izgalmas. És mi még ma folytatjuk. Bizony, igen. Bizony. A lendületet. A lendületet. Tesó. Tesó, halálom, halálod. Halálom, halálod. Megyünk tankcsapdára. Uh-huh. Jön lányom is, tudod, hogy akkor csocsó is lesz. Tudom, remélem, hogy a veszes csapat is ott lesz, akikkel ugye a visszavágót le kell bonyolítsuk még a múltkori után. A Zsolti ott lesz, mint vesztes. Na, rágondoltam. Na, jó lesz a mai este. Kinek milyen programja hétvégére, Laci? Hétvégére nekünk jönnek Amerikából vendégeink. Nektek vannak amerikai barátaitok? Hát akiknél én voltam kint Brooklynban. Brooklynban? Brooklynban. És ott lesznek nálatok? És ott lesznek most nálunk, úgyhogy ilyen szoba, csere, bere, izé, gyerek, ide. De oda, és akkor majd ők ott lesznek nálunk, és főzni fogok nekik valami magyaros kaját. Hoznak igazi amerikai ajándékokat? Biztos, biztos olyanok, mert amikor kint voltam náluk, akkor is telepakolták a bőröndömet, alig bírtam el ilyen. Tényleg? Igen, mert a srác, a bonyolult a viszony, de hogy a srác ilyen Star Wars gyűjtő is. És egy fiúknak küldött nagyon jó cuccokat. Mondjuk ilyen gigantikus Millennium Falcont, meg ilyeneket. Ja, igen. New Yorkban, biztos, hogy hoznak. New Yorkban olyat szoktam hozni, tudjátok, ez ilyen szivacsból van, és a fejedre rakod, és olyan, mint a szabadságszobor. De helyes. Jó, de jó. Vagy King Kong az Empire State Building tetején egy hóggömbben, és megrázott. Ez olyan szép. Ez a kettő, ez a legjobb New Yorki ajándék. Hát remélem lesz közt. Én nagyon remélem. Igen, igen, igen. Majd itt, ha elutaztak, akkor utána behozom neked. Jó. Jó, köszi. Nekem már el is porlatt. Annyit ráztad a King Kongot. Nem a King Kong porlatt el, hanem az a fejkorona, az a kék, a szabadságszobros. Igen. Ezek jó minőség. Egy ideig abban rohangáltam. Emlékszem rá. Minden tévéműsorban láttalak. Mi van a bocskor? Na jó. SMS-ek azt mondja, hogy jó reggelt, vannak szavak, kifejezések, amit csak őrült fanatikusok ismernek és idézik. Azonnal próbálhatja az ember elmesélni egy kívülálló civilnek számukra. Ez érthetetlen. Ilyen például a hangsúlyci, zavarabbul és brilliancia, Fati. A brilliánciára emlékszem, a másik kettőre nem, Fati drága. Tényleg ilyeneket mondtunk? Hát a hangsúlyci az tegnap volt, azt te követted el 2000-ért, Gyuri megcsinálta az ártáblázatot rá. Ja, tényleg. Tényleg, nem is emlékszem rá. Igen. Igen, hát amikor a net és ja, a net, ez volt. Szó, ci, így és a hangsúly, ci. Értem, most már értem. Értem magam. Úgy telnek a napok, és úgy múlnak a hetek, hogy titeket hallgatlak, mert a többi műsor etek. Ja, az vers. Laca Biáról. Na, azt hittem, hogy ez egy megállapítás, de hát ezt tudtuk, hogy te tudod. Mm. De ez vers, ez így jó. 608-as Svej reggel, piszok, jó volt idáig ez a hét is. Ma virsli, tessék, erre célosztam. Szelevény 17 fok, öcsi a kamionos. Hát hogyne? Hát én vagy mindig a virsli díler, meghozom a kis rejtett táskámban a virslit, kirakom a szajrét. Bizony, én meg élvezettel elkészítem, kész van már a virsli, vár rátok. Igen, szóval ez olyan, mint egy ilyen Escobar hálózat. Igen. Hát meg a babot se felejtsük el, az én kedvenc részem az egyébben. Hozzáteszem, olyan jól is működik. De abszolút, évek óta szinte töretlenül, és akkor te hozod a babot hozzá, igen. Akkor megnézzük, hogy hol vannak, mert mindig kapunk ugye csili szószokat, pici csilit, Lacika hozza a tojást. Igen. Így van, és így kerek. Igen. Hát te meg fenn vagy a tetőn. Én meg fenn vagyok a tetőn olyankor, persze. De tényleg olyan jól működik már, mint Escobar hálózat, csak a pénz nem annyi benne, de... Nem, ez nem is erről szól. Szeretet, persze, ez a szeretet. Persze. Ez a szeretet, amikor a család összeül, megfogjuk egymás kezét, mondunk egy finom, szép imát, és utána virslit harapunk roppan, fröcsög a mustár, csípős a csili. Igen, jut eszembe, a mustár jövő héten hoznatok kell. Na, nagyon jó, hogy mondod, mindig adásban, légy szíves, mi kell. Mindig itt adj le a listát. Vissza lehet keresni, hogy emlékeztetni. Jó, húzzek a mara párizsi. Igen. Na, Főni, készülvén a műhold apokalipszisre, tegnap vettem egy lovat, retrórárót. Újra indítom a postakocsi szolgáltatást, ezúton kérném a McLaren-es, hogy szorítson helyet a páva mellett rárónak, hogy félúton a Hegyalja út felé tudjak neki enni és inni adni, máskülönben nem érnék fel időben az érnek fel az SMS-eink. Ja, hogy Tonyó az SMS-eket hozza ráróval, a postakocsival. Jaj, de jó fej vagy. Igen. Én tegnap pont meséltem valakinek, beszélgetünk, megkérdezte, hogy én ebbe a UFO dologba én mennyire hiszek, és mondom, hogy én már unom ezeket a homályos fotókat. Ezeket a kérdéseket unom.
Hát hiszel az UFO-kban? Igen, de mondjad. De nem, tényleg ez volt, és mondom, nem, én ezeket a homályos fotókat tudom. Tehát, hogyha akarnak jönni, jönnek, dumálni akarnak velünk, majd akkor foglalkozunk vele, majd a külügyminisztériumnak egyre több ország lesz, amivel kapcsolatot kell tartani, meg létesíteni nagy követséget. És akkor meséltem neki, hogy sokkal izgalmasabb volt, amiről mi beszéltünk tegnap, és elmeséltem ezt a műhold apokalipszist, hogy mi történik, és összeütköznek, és űrszemét gubóban leszünk. És miközben meséltem, rájöttem, hogy hú, de ostoba ez az ember, akivel szemben állok. Élet. Nem. Ja. Hogy ez a műholdas dolog nekem, jaj, ne, gyerekek. Mi? Ilyen nem lesz, vagy, nem, ne, vagy ne legyen? Majd hallottam, hogy elmondom ezt a sztorit a műholdak, hogy rájöttem, hogy úristen, olyan vagyok, mint egy ilyen összeesküvés elmélet mesélő. Picit igen. Hát ilyenek voltunk. Hát ilyen volt egy kicsit nekem most így utólag. Jó, de hát azért mégiscsak valaki, aki ezt kutatta, van egy elmélete, és egyébként minden mozzanata logikus. Abszolút. Tehát összeesküvés elmélet ide vagy oda, ez elvileg logikus. Örülnék, ha jönne egy bármilyen más szakértő a NASA-tól vagy bárhonnan, aki elmondaná, hogy ez ezért és ezért nem tud bekövetkezni. Hát igen. Csak félek, hogy de. Ne, ez az, hogy én is odaértem, és ki mesélte, ki volt ez a fickó? Mondtam neki, hogy egy környezetvédelmi jogász. És akkor éreztem, hogy nem lesz ez a műholcut. Nem lesz? Én megnyugodtam. Én nagyon megnyugodtam. Persze mondtam, hogy 72 órán belül lezajlik a láncreakció. Hello. Hát igen, mert ha jól tudom, hány óra alatt? 92 óra alatt kerüli meg a Földet a... Körülbelül, igen. Tehát ez úgy nagyjából stimmelhet. Nyugodjon meg. Jó reggelt, Bocskor Tím, reggel lecsekkoltam a GPS-t, működik. Telefon, működik, akkor még nem veszek Európa térképet. Kassel, 13 fokos, Nagykozári. Aztán, egy nagy McLaren-es idézet, Gabi bátyám, jó reggelt. Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cínege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de a cipőt az árva sehol nem tud venni. Kapkod fűhöz, fához szalad a vargához, a fűszve egyén lakó Varga Pálhoz. Fiú, McLaren-es, ezt ne csináljuk, hogy elkezdünk verseket beírni ide. Ráadásul olyanokat, amik már léteznek. Azt igen. Mondja, a Varga nem érő most arra, mert ő most a csizmát nagy uraknak varja. Móra Ferencről, McLaren-es. Jó, remek, oké, örülök a műveltségednek főleg, de ennek értelme nincs. Uh-huh. Ugye? Saját szellemi termékkel maximum azzal lehet operálni. Igen. Ez vagy hogyha ez valamire célozna, de lehet, hogy céloz, csak nem értjük. Céloz egy kicsit. Mi? Hát, hogy elmúlik a nyár. Még a szeptemberi nyár is. Ez mondja. Jó, az ez első sor. Így van. Tehát azért te tömörebben fogalmazom, mint Móra Ferenc. Igen. Adjon Isten, tudom, régen írtam, de veletek, velünk vagyok. A lényeg, szép napot. Jocó, a sztárpásztor. Hello! Tegnap jutott eszembe. Mondom, hova tűnt? És igen. Meg akartam kérdezni tőletek, hogy most ő nem tudom, elköltözött valahova, honnan nem tud. Ahol tudom, hogy Németországban élt, lehet, hogy még most is ott él, csak azt hittem, hogy tovább állt valahova, ahol nincs nem SMS. Tud. Ahonnan nem tud küldeni üzenetet. Mosolygós szép jó reggelt a showmennek és Csipet csapatnak. Szidári, Korfu, 20 fok, 32 lesz napocskával, maradunk végig, innen is. Puszi, Ancsa. Ez annyira bírom bennetek, tehát elmentek nyaralni, és akkor is felkeltek, és elkezditek hallgatni. Ez megtisztelő, teszem igen. Hozzá, én nem tenném. Hát én is, amikor elmentem nyaralni, és a borosék maradtak, én inkább kikapcsoltam mindent. Ne vettél rajta. Jó, Anett megírta az időjárás jelentését. Igen, a második mondatot hagyj olvassam már én, mert ott találtam hibát. Akkor az elsőt olvasom, jó? Jó. Oda teszi magát a szeptemberi nyár, sajnos csak ma. A napsütést és a 30 fok feletti maximumokat holnap már el is felejthetjük. Tehát egy tárgyesetet korrigáltál. Jó, ügyes vagy. Egy hidegfront érkezik esővel és széllel, még vasárnap is erősen felhős, borongós időre van kilátás. Móricz! Boldog névnapot! Köszöni szépen! Igen, de ti nem szoktátok ünnepelni, ugye? Azt mondtad, névnapot nem. Névnapot nem. Az évből még 100 nap van hátra, ma van az orszarvúak világnapja. Bizony, Isten fontos. Ensz világnap. Ensz világnap. 35 éves Szabó Zsófi. Isten éltessen. 162 éve született Sebők Zsigmond, a Dörmögő Dömötör figurájának megalkotója. Már 120 éve az Italo Marchionni szabadalmaztatta, vagy nem, ma 120 éve, hogy Italo Marchionni szabadalmaztatta a fagylalt törzsét.
Nem tudom kimondani. Itáli Martino Spadalgyőcsi. Egy olasz, amibe tesszük a fagyit. Reggeli retorikai bemelegítő. Az, igen. Az olasz származású New Yorki fagylalt árus ezzel a mosogatást szerette volna megúszni. Nem, ja, hogyha megeszem a tányért. Nem tudjuk, hogy sikerült-e, de ezt akarta. Hát fagylalt szempontjából mindenképpen. Igen, mint a görög a kapitával, ők is ebből a célból mozgatják ezt a dolgot, és működik. 24 éve a pápa fogadta Bonót a Vatikánban. A YouTube frontembere a harmadik világ adósságainak elengedéséhez kérte a pápa támogatását, amihez második János Pál pápa az áldását adta. Ez sokat segített. Igen. Tehát jó, szólok a főnöknek, nem tudom mikor keres, mert ő szokott. Szóval ügyes ez a Bonó, tehát elmegyek a pápához, és akkor azt mondja, engedjük már, támogass már abban, hogy a nyugat az ne hajtsa be a kölcsönöket a harmadik világ. Jó, Bonó, egyetértek, támogatlak, és hazamegy. Uh-huh. Igen. És hazamegy, és semmi. És ez volt az eredményes világra szóló történet, hogy áldását adta, ő megtette, amit tudott. 24 év után is. Igen, csak miért nem ment a pápa mondjuk egy olyan ország vezetőjéhez, vagy nem a pápa, hogy vagyok, Bonó, egy olyan ország vezetőjéhez, amely egyébként szeretné behajtani az adósságokat, mit tudom én, Pakisztán, vagy Kambodzsa, vagy India, vagy nem tudom, kik tartoznak. Mert szerintem nem fogadta. Az államfő. Hát nem, Bonót már illik fogadni. Ők ragaszkodtak a tartozásukhoz valószínűleg, amit meg akartak kapni. Igen. Valószínűleg is meg tudnám rettenteni az Erste Bankot azzal, hogy jönnék egy ilyen papírra, hogy egyébként megvan áldva, hogy ne kelljen a lakáshitelemet visszafizetni. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként az országok tartozása, mert van már aztán az az összeg és az a fajta gazdaság, amikor ez soha, de soha nem fog visszatérítésre kerülni. Tehát, hogy nincs értelme ezt az adósságot tovább írni. És ilyenkor egyébként jó lenne elengedni. Hát, igen. Hogy ők legalább valahogy talpra tudjanak állni, és ne csak törlesztésre ketyegjen a gazdaságuk. Meg szerintem azért sokszor az elején is tudták, amikor adták, hogy nem a legbiztosabb befektetés nekik. Fel tudja. Jó, 59 éve a Broadway-n először mutatták be a Hegedűs a háztetőn című musicalt, 3242 előadást ért meg. 32 éve Bryan Adams Everything I Do It For You című dalával 12 héten keresztül vezette az angol slágerlistát. A dal a Robin Hood című film betét dala. Aj, és jó, és is. Milyen jó, igen. Hát ez nagyon. Azért ő egy nagyon komoly dalszerző, Bryan Adams, tehát olyan, nem tudom, hogy miért kussol, vagy miért van csendben. Na, ezt akartam megkérdezni így félve, hogy egyébként én nem is hallok róla évek óta. Néha fellép, tehát én úgy látom, hogy létezik, de hogy egy új dal, hát ez olyanokat írt ez a manus, hogy a hihetetlen. Na, nem is értem. Elmúlt. Jó. Nem hiszem. Lehet. Nem tudom, hogy ez elmúlik-e. Kunhegyes, 13 fokos, 29 lesz ma, és napsütéses. Sánkháj 21, 23 lesz, esni fog. Sárváron 14 lesz, 29 lesz, és napsütés. Makó 15, később 30 lesz napsütéssel, Budapest 14 fokos, 30 lesz a csúcs napsütéssel. Szuper, nézzük, hogy mivel foglalkozunk ma. Azzal a hírrel, egyébként érintőlegesen fogalmazzunk így, azzal a hírrel, amely ugye megdöbbentette az egész országot két napja, az esztergomi robbantó, aki vélhetően egy mentálisan zavart férfi volt, de hát ugye ebben a tragédia az, hogy a TEK egyik munkatársai rendőre a robbantás következtében meghalt, életét vesztette, ami egy szörnyű tragédia. Ő az első TEK-es, aki bevetés közben vesztette életét. Tényleg szörnyű. És miután tegnap volt egy sajtótájékoztató a TEK részéről, mi úgy gondoltuk, hogy mi most ezért nem hívjuk fel a TEK igazgatóját, mert hogyha van egyébként közölni valójában, akkor úgyis majd ír nekem, és ő elmondja, hogy ezt szívesen elmondja nekünk, de ezt most hagyjuk így. Ugyanakkor meg nyilván érdekes az a téma, hogy ilyenkor mi zajlik, amikor valaki elbarikározza magát, robbantással fenyeget, és kivonul a rendőrség, kivonul a TEK. Ilyenkor kapnak szerepet az úgynevezett túsztárgyalók, akkor is, ha ebben az esetben túsz maga nem volt. De volt egy ember, aki viszont el kellett volna téríteni bármiféle rossz szándéktól. Igen, több mint 4 órán át tárgyaltak vele, és hát nyilván filmekből ismerjük ezeket, bankban túszejtés, betelefonálnak, stb. Tehát mindenféle van. Itthon is van túsztárgyalás, régóta egyébként, és hogy ez miként zajlik, mit kell egy túsztárgyalónak ilyenkor felmérnie, milyen taktikákat tud alkalmazni, mi van akkor, ha nincs túsz, de mondjuk elmebeteg a csávó? Na, ezeket szeretnénk megbeszélni Víg József
túsztárgyalóval, kriminálpszichológussal, ő a legelsők között van ebben az országban, akik ugye ilyen munkát végeztek, és ő rendelkezésünkre áll, és ő el fogja mondani, nem konkrétan erről az esetről, hiszen ő ezen nem volt ott, de hogy ilyenkor mi zajlik a háttérben. Igen. Azért rohadt nagy felelősség nyilván, hogy egy ember képes-e egy teljes hatósággal, egy országgal szemben, vagy egy helyzettel szemben egy embert, akiben van valami ilyen döntés. Hát igen, és nyilván, hát ahogy írja is az ő titulusa, kriminálpszichológus, tehát nagyon-nagyon komoly pszichológiai tudás kell ehhez. Helyzeteket felmérni, akkor a kriminalisztikához kell érteni. Mi van, ha a rendőrség vagy a TEK már menne be, de ő azt mondja, hogy még van esély. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas munka, és én azt látom egyébként, hogy milyen arányban végződik ez jól. Tehát, hogy fogalmam tudom. Sincs. Jó, tehát ez egy érdekes beszélgetés lesz Vég Józseffel. És a másik meg, hát nem mondom, hogy nem izgalmas. Nagyon. Igen. Az örök fiatalság, vagy hogy szépítsük magunkat, hogy fiatalnak maradjunk meg, vagy fiatalnak tűnjünk. Rengeteg, mindenki ezzel foglalkozik, de még a Gyuri is. Persze. Hát mindenki szeretne friss maradni. Pontosan. Pontosan. És ehhez ma mik vannak? Vannak krémek, kencék, beavatkozások, ilyesmi. Nem nagyjából ezzel próbálja. Hát igen. Táplálkozással is próbál az ember változtatni, meg némi mozgással, mondjuk. Mondjuk. Nagyjából ezek vannak, de képzeljétek el, azt én nem tudtam, azt mondom, hogy régen az emberek nem voltak hiúk. Most régen értsd a kínai császárságban, az ókori Egyiptomban, hogy nem voltak hiúk, hanem hogy volt, ami volt, aztán... Persze, elfogadták. Nem? Én is úgy emlékszem, hogy ilyen 82-83 körül jött be ez, hogy hiúk lettek az emberek. Addig nem volt semmi. Hát nézd, fotók nincsenek, de például ugye, ahogy a régi egyiptomiak vannak ábrázolva, hát azok tök szépek. Igen. Hát láttál már ilyen halotti maszkot, lásd Tutankhamon, meg ilyesmi, láttál már csúnyát, bibircsókos, ráncos embert? Nem, azok modellek, nem? Csillogó aranyszínű arccal. Gyönyörűek voltak. Igen, na jó. Hülyeségnek tűnik, de nem. Képzeljétek el, hogy találtunk egy cikket, amely összeszedte azokat a praktikákat, amelyeket akár a kínai császárság alatt, vagy az ókori Egyiptomban, vagy francia kutatók a 19. század elején a megfiatalodás reményében ajánlottak. Olyanok vannak, hogy nem hiszitek el. Tehát annyi hereműtét lesz, hogy imádni fogjátok. Mind a 10 ujjatokat megnyaljátok. Egészen széles felhasználási spektruma volt annak idején ennek a résznek. Mert valaki csak szérumot készített, de valaki kecskeherét ültetett be, és kecske petefészket ültetett be, mert hogy ez fiatalít. Tehát olyan higanytabletták. Igen. Vagy például olyan elemek, amit használtak a bőrükön, kémiai elemek, amiket ma már mit olyan áramtermelésre használunk. De az emberek azt úgy magukra tették. Például? Hát volt ez a kis fiolába hordták. Radioaktív dolgokkal fiatalodtak. Tehát annyi minden volt, és az ember azt gondolja, hogy jó, hát ma is vannak házi praktikák, akkor is nevezzük ezeket részben házi praktikáknak. Aranyvíz, ilyesmi, szamártej, Kleopátra, tehát ezek mind felsoroljuk majd, és képzeljétek el, hogy dr. Tóth Tamás obezitológussal beszélgetünk, tudjátok, ő az, akivel beszélgettünk a PET-palackok kapcsán, a mikroműanyag kapcsán, igen, hogy ezeknek a mai orvosi szemszögből van-e létjogosultsága? Tehát a higany, tudjuk, hogy ne együnk meg a lázmérőből kiguruló kis gömböket. Nehéz ellenállni. De hogy van-e mégis valami fiatalító? Tehát valami alapján ezt kitalálták. Mi van a kecskeherével? Már bocs, hogy ezt mondom, de ezt megcsinálták, ezeket a műtéteket. Igen, van-e benne valami logika? Hát valami alapján ők is eljutottak oda, hogy ez jó. Így van. Vagy ugye Báthori Erzsébet fiatal nők vérét itt abban fürdött, meg mit tudom én. Ebben van-e valami, vagy ezek totál őrületek voltak? Tehát orvosi szempontból, akkor is, ha káros, fiatalodom-e tőle. Mert akkor még mindig el tudom dönteni. Igen. Mit csinált az orosz orangutánok? Mit csinált? Ja, az is herézett. Jó. Igen. A herre nagyon ment. Idős és gazdag franciáknak ajánlotta ő egyébként az orangutánokból. Szóval erről beszélgetünk majd. A régi házi praktikák arra, hogy hogyan maradjál fiatal. Hát, ha lehet ebből tanulni. Jó, senkinek nem ajánljuk az utánzást. Csak azért mondom. Tehát most
hallgat bennünket egy kecskepásztor, akkor ne kezdje el. Ha valaki a régi lázmérőjét megtalálta, ne kezdje el. Így van, mert még egyelőre nem tudjuk, hogy a doktor úr mit mond. Pontosan, tehát azt várjuk így van, meg. Így van. Jó, aztán ami drága vakcin 9 óra után, az Airbnb házi bulizókról szeretne velünk tárgyalni, mert hogy az Airbnb a házi bulizóknak üzent hadat? Igen, a mesterséges intelligencia segítségével szűri ki az Airbnb rendszer most már azokat, akik házi bulizni vágynának, és azért akarnak kivenni valami lakást valahol. Mert hogy az mindig rombolással hát végződik. Mindig balhé, a társasházban is, a lakásban is ilyesmi, és aztán ezen elkezdett gondolkodni a János, hogy amikor ő turista volt, meg aztán titeket is szeretne erről megkérdezni, hogy külföldön, amikor az ember úgy elengedi magát. Én jó vendég vagyok. Most voltam először Airbnb-zni, amikor Valenciában voltunk, egy szuper jó lakás volt, teszem hozzá, tényleg le a kalappal, és akkor értékelnem kellett a, nem tudom, a szolgáltatást, házig, mit tudom, okay. És akkor ő is értékelt engem. Egy picit megijedtem, hogy engem miért értékel bárki is. Jó vendég voltál. És nagyon jó vendég voltam. Na jó, de ennek van nyoma, én az interneten kín vagyok, mint persze, jó vendég. Igen. Hát, nem akarom. Hát ez itt, Én nem hiszem, hogy az nyilvános, hogy a bocsi milyen vendég volt, de mondjuk a felhasználók, akik lakást adnak ki egymás között, azok meg tudják nézni. Van. Hogy na, fogadjam el a bocskort, vagy szétverte a berendezést részegen. Akkor tudja megnézni, ha bebukkoltam nála, vagy bármikor meg tudja nézni. Nem tudom, szerintem akkor így van, hogyha felveszi veled a kapcsolatot, vagy felveszed vele a kapcsolatot, és szeretnél tőle mondjuk lakást. Akkor az Airbnb kiküldi, hogy én 4 csillagos vendég vagyok, vagy igen. 5? Igen. Valószínűleg. Nagyon jó vendég vagyok. Na. Igen, na jó. Szóval akkor az Airbnb hogy fogja ezeket a házi bulizó őrülteket megállítani a mesterséges intelligenciával? És hát ugye nyilván ennek kapcsán el tudunk beszélgetni arról, hogy amikor külföldön voltunk, mit műveltünk, ami talán már kicsit túlzás. Mennyi szép emléke jött fel a Jánosnak veled kapcsolatban is. Velem kapcsolatban? Azt a rohadt. Ami voltunk egy pár szó külföldön. Hát, majd nem baj, neked is lesznek emlékeid róla. De nem volt sose túlzás semmi, ugye? Hát az a megítélés kérdése. De te neked súgott? Nem mondod semmit, hogy mindegyik ez mondta, de majd én kifejtik. Jó, oké, rendben, jó. Mondd, ma mi nyűgöz le, Laci? 7 óra lesz 8 perc múlva. Nagyon helyes, azt mondja, hogy sziasztok, egy anyuka írt, jövő héttől visszatérek a munkába, mert ugye terhes szabadság, vagy igen, az szabadságon volt, és nem tudlak majd élőben hallgatni titeket. Köszönöm nektek az elmúlt 3 évet. Sokszor ti voltatok nekem az egyedüli felnőtt társaság a kisbabámmal itthon töltött napokon. Jó dolog az anyaság, de néha nagyon magányos műfaj tud lenni. A ti beszélgetéseitek jelentették a köldögzsinort a nem babás világgal. És sokszor, amikor beolvastátok az üzeneteimet, úgy éreztem, fontos résztvevője vagyok a diskurzusnak. Köszi mindezért, és azért is, hogy elég pengelettem autós és focis témában, amit sosem gondoltam. Puszi nektek, Ancsa, akinek a gyereke bocsi és vokci suttogására aludt el végre, akinek az első gyerekmentes programján elindult a teje, a hülye robotbaba sírására, és aki egyszer azt írta, bocsi, egy dinoszaurusz olyan társadalmi kérdésekben, mint egyenjogúság és környezetvédelem, utóbbiról megváltozott a véleménye. Ez nagyon aranyos, nem? Igen. Nagyon cuki. Mit találtál, Laci? Gyerekek, hát a GVM-nek jobbulást kell, hogy kívánjunk. Mert, okay. Mert a következő? Okay. Mondjad azért. De hát annyi van, hogy most 2 napja kikerült, mert ma lenne a szüreti mulatságon Abaújszántón neki koncertje, de nem lesz, mert kórházba került GVM. De Abaújszántón van olyan nagy sportcsarnok, ami bírja az ő Rajongó táborát? Én szerintem nincs, tehát én arra gyanakszom, hogy még... Abaúj mi? Szántó. Ja jó, akkor Szántóföld van. Hát igen, tehát hogy külső tér az van, valószínűleg ezt meg tudták volna rendezni, de hogy a kórházba vonulás miatt ő ezt a dolgot lemondta, és aztán kikerült valami kép, mert a kulcsára egyen kirakta, hogy ő egyébként otthon játszik a nem tudom, valamelyik videójátékkal, és aztán azt levették, azt a képet, és ilyen óriási belázadás volt, de nagyon jó volt, amit a műfáz kirakott posztot egyébként erről a dologról, tehát hogy le kellett mondani, kórházba került, bízunk benne, hogy a műsor közvetítője ilyen rövid idő alatt is talál hasonló színvonalú fellépőt. Mondja reménykedve a műfáz? A műfáz, aki szervezte az eseményt. Én nagyon szorítok nekik, hogy találjanak hasonló színvonalú fellépőt. Igen. Aztán ugye Millie Bobby Brown és Jake Bon Jovi eljegyezték egymást. Igen. Közeledik az esküvő bizony, és felmerült a kérdés, hogy na, vajon ki lesz a sztár fellépő? Ki fogja a talpalávalót húzni? És felmerült a kérdés, hogy esetleg Bon Jovi fellép, de mondták, hogy nem, mert hogy
hogy az olyan lenne, mintha Millie Bobby Brown egy színdarabot adna elő. Nem, tehát, az nem szeretném. Az ez menő lenne. Hát szerintem is. This My Life-ot nász ajándékba elnyomni ott. Vagy a Blaze of Glory-t. Bármi. Szegény. Azért tudjuk, hogy John Bon Jovinak elment a hangja, tehát azért ezzel nem jó provokálni. Ja. Ezzel iszonyatosan sajnálom ezért, egy baromi jó fej. De ugyanakkor meg... Ezt hogy teszed fel a kérdést az apósodnak, ha ő John Bon Jovi, hogy apa, vagy papa, hogy szólítod az apósod? Én apának. Apa? Ja, igen, apuka, az apósod. Apuka. Nem tetszene? Tudom, hogy kellemetlen, de tudod, living on a prayer. Hát jó lenne meg. Tehát, hogy ezt hogy? Vagy hogyha a te apád John Bon Jovi. Aki, érted, apa-fia viszonyban vagy. Érted, lehet, aki még várja is, hogy fel legyen kérve. Az apa, neked John Bon Jovi az a csávó, aki zseppénzt ad, aki szájon vág, hogyha összetörted az autót. Tehát, hogy nem? Neked csak apa, simán. Neked igen. Apa, így van. És akkor nem tudom. Nem tudom, de ebben benne van az is, hogy lehet, hogy ő is akarná, tényleg, de hogy várja, hogy megkérjék, nem akar jól tolakodni, na oké, akkor fellépek, ha tetszik, ha nem. De ez tud lenni nehéz. Igen. Nem tudom, énekelné neki dalokat? Hogy... Kinek? Hát apának, apa előtt a dalai dúdolnád? Most bocs, ki vagyok én ebben a családban? Te vagy most a kis Jake, aki ja, azt hittem, hogy Millie Bobby Brown vagyok. Ja, én vagyok Jake, jó. Te vagy Jake, figyelj. Hogy akkor... Énekelné nekik, dudolnád dalokat, hogy érezze, hogy azért napirenden van ez a téma, hogy az ő munkássága, és akkor lehet, hogy ez így összefüggésben valahogy ilyen beszédet teremteni, tudod? Ja, tehát én otthon apával lakom, és amikor fürdőköpenbe kívülök a fürdőszobába, és látom, hogy apa le reggelizik, akkor meg fönn ez a... Csak hogy érezze azt, hogy nyomás van? Igen, hogy milyen jó dal, tudod, valahogy szóba kerül. Milyen jó dal. Apa, ezt mikor írtad te? Hogy írt? Nem tudom. Hát figyelj. Ugyanakkor meg, ha én lennék Millie Bobby Brown, azért basszus, azért énekeljen már az öreg. Hát ez az. Nem? Ne tessék már csinálni bombácsit. Igen, lehet, hogy nem is örül nekem, hogyha nem énekel, ezt is gondolnám. Igen, hát jönnek anyámék Angliából. Hát ők erre nőttek fel. 30 éve várnak egy Bon Jovi koncertre, ne csinálja már. És lehet, hogy ez így nincs megszervezett, de azért simán előfordulhat az, hogy valami zenekar biztos, hogy lesz az esküvőn, és amikor befejezik, and I need it from the bottom of my heart, tü-tü-tü. Most pedig a Living on a Prayer is elkezdik énekelni, és akkor a Bon Jovi azt érzi, hogy na ezt inkább én. Csak tudjon énekelni. Én láttam egyébként egy ilyen privát felvételt pár évvel ezelőttről, akkor még jobb volt a hangja. Esküvőn volt vendég. Tehát simán a család, vagy a nem tudom, baráti társaság egyik tagjaként volt vendég. A zenekar természetesen, tehát ezek a ilyen zenekaroktól. Milyen? Hát tudod, mint a Gönczi zenekara megzett. Ezek a hát tudod, akik mindent eljátszanak. Persze, teljesen szemtelenül. Nótár mérít épp úgy, mint a Metallicát. Tehát, hogy ez a zenekar. Sokszor egymás után. És hát mit csinált? Elkezdték a Living on a Prayer-t játszani. Meg ott ült, mosolygott, kínos volt. Aha. Látszott, hogy itt igen, felismerem a saját dalom. Ilyen elváró tekintettel néztek le a színpadról rá, még integettek is neki. Mit csinálsz? Annyira kellemetlen. És a csávó fölment, tök jó fej volt, fölment, és akkor az énekes nővel, ha jól emlékszem, akkor itt kvázi duettben elénekelte. Igen. De egyébként még arra is lehet számítani, hogy a Nász népben lesz majd valami spicces rokon, aki egy idő után úgy érzi, hogy most akkor eljött a barát pillanat, és megindul, és hátba vérjed, de Jovi úrna, mikor lesz ez a dal? Gondolt, hogy $100 a homlokára ragaszt, hogy... Nagyon kellemetlen. Én a fejesnek voltam az 50. születésnapján, ugye nagy buli volt, aha, és ott játszott egy zenekar, egyébként Radnai Péter a Playboy igen, volt főszerkesztőjének a zenekara játszott. És ott a háttérben ment egy ilyen susi-musi, hogy mi az a mit tudom én, közös dal, ami olyan vicces lenne, és mit tudom én, és elénekelnénk. És... De mondtam, hogy figyú, hagyján, nem, meg izé, meg tényleg a kellemetlen, beleszek már ugva, nem akarok, nem is tudok énekelni, meg, de együtt a Tomival, meg nem, hát felkonferált. És akkor töltsőt csinálok a kezemből? Nem, a flipper öcsi, a tedd a szívedre a kezem. Oh, azt énekeltük,
Az neked jól megy. Mi az, hogy jól megy? Semmi nem megy jól, Anett. Nem igaz. De ott álltam az emberek előtt, és felettem is, már ment a zene, érted? És föl kellett menni a fejesen a színpadra, ő kongázott, de ő is ismerte a refrént, ugyanúgy, mint én. Érted? És tedd a szívedre a kezed. Jó, igaz, akkor nem az, hogy jól megy, de azt legalább már rendszeresen adtad elő. Szóval, hogy az legalább nem volt idegen. Gyuri, te is tudod, hogy adtam elő. Ugye, ahogy te kapolcson fetrengsz a sátorban. Úgy adtam elő. De nekünk az tetszett. Megvan a videó, megmutassam? Igen. Jaj, nem azt. Nem adásban. Na, simán nézzük meg. De jól sikerült, nem? Mert az ilyennek elnézi az ember, hogyha picit hamiskás, vagy mit tudom én. Nem arról van szó, nem teljesítményre ment, hanem ahogy nem akarod. Érted? Nem akarod. De megcsináltuk. Köszönjük szépen. Hát nem, nincs mit. Ez van a bulvárvilágban. Így van, köszönjük szépen. Laci, jövünk vissza nem sokára ezzel a tényleg megdöbbentő történettel, ami most ugye az összes híradást bejárta az elmúlt két napban, az esztergomi öngyilkos robbantó, aki sajnos az őrült öngyilkosságában magával rántott egy rendőrt, a TEK egyik munkatársát, és ebből lett ez a tragédia. Sok mindent mi sem tudunk a részletekről, csupán annyit, ami a cikkekben megjelent, illetve a tegnapi ugye TEK sajtótájékoztató kapcsán, de arra gondoltunk, hogy azért valahogy próbáljuk megvizsgálni azt, hogy ilyenkor, amikor egy ilyen riasztás érkezik, mi történik, ugyanis 4 órát tárgyaltak ezzel a férfival. Igen. És hogy olyankor mit lehet csinálni? Hogyan lehet egy ilyen emberrel kommunikálni, amikor tényleg az a kérdés is felmerül, hát majd meglátjuk, hogy végül, tehát ebből már nagyon nem fog kiderülni, hogy az elmeállapot a milyen. Tehát, hogy sokan mondják, hogy mentálisan nem volt tiszta, azt gondolom azok, akik ismerték meg a szomszédai, de pont ezért akarunk beszélgetni Vég József TUSZ tárgyalóval, kriminálpszichológussal, hogy ilyenkor hogy készül fel? Jön a riasztás, elindulunk, és ugye egy valakinek tárgyalnia kell vele. Mm-hmm. Milyen taktikát alkalmaz? Hogy méri fel előre azt, hogy kivel áll szemben? Milyen módszerei vannak arra, hogy lebeszélje a tettéről? Hogy úgy érezze, hogy engedtek neki, de közben mégsem engedtek. Neki. Illetve ez-e a technika, vagy más? A rendőrség és ők közötte milyen megállapodás van, hogy meddig van türelem, és honnantól van akció? Ezeket beszéljük meg Vég Józseffel. A hírek után. 7 óra 15 perc, pont 4:48. Szevasztok, jó reggel, drága hallgatók. Hello, Laci. Hello, bocsi, jó reggel. Gyuri, szia. Jó reggel, sziasztok. Jó reggel, szia, Anett. Jó reggel, sziasztok. Üzenik, hogy Brian Adams alkot ma is. Keresetek rá a Kick Ass című dalára, ütős kis dal. Köszi Zolko, és gratulálok az imént ti Heart szám, a bizonyíték, hogy ti tudtok változatosak lenni, köszönet érte napközben, se csak mindig, oké. Köszi Gábor, örülünk, hogy tetszik. Na, az egész országot gyerekek megrázta ez a hír, ami szerdán Esztergomban történt. Egy férfi a házában elbarikádozta magát, és ugye azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja magát. A rendőrök és a TEK munkatársai több mint 4 órán át tárgyaltak vele. Végül a behatoláskor a férfi felgyújtotta a lakást, amit előzőleg benzinnel belocsolt, megnyitotta a gázpalackot. A robbanásban a terrorelhárítási központ egyik munkatársa és maga az elkövető meghalt. 11-en megsérültek, köztük több rendőr és tűzoltó. Azt lehet tudni, hogy az elkövető a nap folyamán zavartan viselkedett, azt viszont az nem derült ki, hogy mi volt az indítéka, ha volt neki egyáltalán. A terrorelhárítási központ tegnap délután tartott egy sajtótájékoztatót, és ott elmondták, hogy a művelet rossz terepen zajlott, felszólítása előjött a férfi, és a teraszról kommunikált a rendőrökkel. Az elkövető nem volt együttműködő, többször úgy tűnt, hogy megadja magát, végül minden alkalommal aztán másként döntött, és miután megkezdték a behatolást, a férfi egy flexel a kezében egy gázpalack felé indult, és a detonáció következtében 8-10 métert repültek a közelben tartózkodó rendőrök is. Na, gyerekek, nagyon nehéz elképzelni egy ilyen helyzetben, mi zajlik, nyilván, hogyha több részletet megtudunk erről, akkor azt majd elmondjuk. Viszont ugye nagyon-nagyon érdekes az a helyzet, amivel itt szembesültek 4 órán keresztül. Tehát erre ugye vannak kiképzett kollégák, és azt szeretnénk megtudni, hogy ők ilyenkor hogyan dolgoznak, ezért van itt velünk a vonalban Vég József TUSZ tárgyaló kriminálpszichológus. Szia Józsi, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Na most azt lehetett tudni, legalábbis a szomszédok elmondása szerint, hogy a férfi zavart állapotban van, zavart elme állapotban van, az ilyen helyzetre fel tud készülni a TUSZ tárgyaló? Mert ugye itt nem simán arról van csak szó, hogy van egy bűnöző, nála van egy TUSZ, ő akar valamit, mert valamit rabolt,
rabolt, és onnan ki akar kerülni ebből a guzmis helyzetből, hanem hogy nem teljesen tiszta mentálisan. Erre is van módszere a TUSZ tárgyalónak? Hát az a helyzet, hogy amennyiben képzett szakszírus lenne, akkor lenne, de nem mindig azok a TUSZ tárgyalók, hát a rendőrtisztek, akik jó képzett, jó kommunikációs készséggel bírnak, sempátás készséggel bírnak, de nem szakemberek ezen a területen, hiszen amit beszűkült a távol évemberek, nem igazából lehet tárgyalni. A szakember is csak úgy tudja megtalálni azt a világos ablakot, amin keresztül mindkettőknek ugyanaz a leképeződés van a realitásról. Tehát bele kell mászni egy kicsit a fejébe, és onnan lehet esetleg talán irányítani. Igen, hát ugye itt indítékot nem tudunk, az a fajta zsarolási helyzet nem állt fent, mint mondjuk egy bankrablónál, hanem egyszerűen egy oktalan fenyegetőzéssel nézett szemben a rendőrség. Ilyenkor, amikor kivonul a rendőrség, és egy profi TUSZ tárgyalót visz magával, mint amilyen ugye te is vagy, előzetesként van egyáltalán bármilyen lehetőséged felmérni azt, hogy kivel áll szemben, vagy az ott a megindított beszélgetésből derül ki? Hát amikor én dolgoztam, akkor úgy tettem, hogy már úton voltam, amikor kértem helyről információt, hogy miket követett, miket tett, addig igyekeztünk együtteni adatot, anyagot róla, hogy korábban hogyan viselkedett, és ennek kapcsán eldönteni, hogy milyen tárgyalást fogunk alkalmazni, illetve van egy szakértrendszer minden szakembernek, amelyhez gyűjt az információkat. Mert el kell dönteni, hogy milyen személyiségtípus, mi a patológiája, és azt is el kell tudni dönteni, milyen típusú maga a cselekmény, amit elkövet. Nem egyformák a cselekmények sem. Világos. Ilyenkor hogy történik? Ezt nyilván csak filmekből ismerjük. Maga a kommunikáció az telefonon keresztül történik, a TUSZ tárgyaló bemegy a merénylőhöz, vagy nem tudom, hogy nevezzem őt, vagy ilyen megafonnal, tehát hogy történik a kommunikáció? Az elsőleges szempont az, hogy lehetőleg személyes érintkezést kerülni kell, ezért telefonon keresztül, ha lehet, ha nem, akkor presztonon, tehát kihangosításon keresztül, de van olyan, amikor nincs mese, élő szóban kell tárgyalni vele. Azaz közel kerülni hozzá, és ott gyakorlatilag egy ilyen halló távolságon belül elkezdeni a tárgyalást? Igen, amikor hát ez a baj, üvöltöznek egymással, és akkor nem tudja, az ember miért lett ideges a másik, meg ő maga is, mert a magas hanghordozás miatt előfordul az, hogy mindenket nem feszültek össze, maga tárgyaló is, meg az elkövető. Elkövető is. Igen. A TUSZ tárgyaló általában milyen irányt követ? Belemenni, elhitetni az elkövetővel, hogy mindent megkap, amit ő szeretne? Nem. Ha nem? Az érzet, hogy nem szabad ilyet csinálni, mert felségre kell válni azért, amit mondunk. Tehát a következő túlszárgyás mindig az előzőnek a vége, ahogy vége ér. Tehát mindig csak azt szavazom, ami lehetséges megoldásképpen, mert nem mondunk, ami nem. Igen, de hogyha neki vannak követelései, nyilvánvalóan a rendőrség azt szeretné, hogy abból a helyzetből az elkövető, és ha van nála TUSZ, akkor a TUSZ-ok elmozduljanak, kikerüljenek, ahol majd ők aztán majd később el tudják fogni. Akkor nem szokott ilyenkor az lenni, hogy belemegyek abba, hogyha akar egy menekülő autót, egy menekülő helikoptert? Ez természetesen azt mondjuk, hogy mi a parancsnok a döntése. Lehet az a döntés, hogy helyben oldjuk meg, engedjük el, vagy együttműködés alakul ki, és akkor együttműködéssel kapcsolatban meg lehet oldani a helyzetet. Nem, akkor pedig helyzetbe kell hozni az elfogó csapatot, hogy sérülésmentesen tudják elfogni. Értem. Ilyenkor egyébként, amikor ugye 4 órás volt ez a tárgyalás, ami után bekövetkezett a tragédia, ilyenkor ki dönt a rendőrség, hallgat a TUSZ tárgyalóra, aki esetleg adott esetben azt mondja, hogy még ne, vagy a TUSZ tárgyaló mondja azt, hogy innentől nem tudok többet tenni, tegyétek a dolgotokat. Ez hogy történik? Mindig a helyszínen helyszín válságkezelő parancsnok fel az intézkedésért, tehát ő hoz döntéseket. Mindenki más csak végrehajtja döntését. Szakértelmével hozzájárul ahhoz, hogy lehetőleg pontosan tudják végrehajtani a megadott feladatot. Tehát önálló döntési jogosultsága nincs senki másnak. Nyilván szakértelmét figyelembe veszik, nekem is figyelembe vették a javaslataimat a különböző ügyek meghozása kapcsán, de én magam nem dönthetek. Nem döntettem. Világos. A szerdai esetről van-e neked esetleg bármiféle információd, hogy mi lehetett itt a háttérben, mi lehetett az indítéka a férfinak? Hát információ nincs, csak azt gondolom, hogy feltétlenül úgynevezett demonstráló öngyilkos lehetett, vagy bátortan demonstráló öngyilkos lehetett, aki ki akarta végeztetni magát, illetve vagy végezni akart magával, és nyomatékot adni ezzel a követelésének, nem a követelésének, a tiltakozásának.
ez a típus, amit most körülírtál, megint csak azt mondom, hogy ilyet filmekben is láttunk, ezek a típusok, ezek menthetetlenek? Tehát ők akármi történik, ő el fogja követni az öngyilkosságot? Igen, valószínű igen. Az a nehéz benne, hogy ilyenkor azt hiszi, hogy hosszú tárgyalt a tárgyal, pedig nem igaz. Bocsáss meg, nem értetek még egyszer? Ilyenkor azt hiszi, hogy a tárgyalt rosszul, de nem. Nagyon beszűkült a tudatállapota valakinek, és elhatározta, hogy öngyilkos lesz, akkor azt meg fogja csinálni. Nagyon nehéz kibillenteni ebből az állapotából. Mondod, hogy felmerül ilyenkor, mert, hogy a tárgyaló tárgyalt rosszul, tehát hogy ez egy elég nagy felelősség tényleg ilyenkor, gyakorlatilag az egész ügy a tárgyaló kezébe kerül, és itt mi beszéltünk arról, hogy milyen arányban tudnak sikeresek lenni a túsztárgyalók, erről lehet valamit tudni, hogy ez a módszer mennyire működik? Nem tudok arányokat, számokat nem tudok felsorakoztatni most. Lehetette a célja ennek az elkövetőnek, ennek a típusnak az, hogy magával ráncson a halálba mást is saját igen, magán kívül? Igen, így van, lehetett, sőt, volt feltétlenül ez átszett. Tehát ez az elkövető, ez nem arra ment ki feltétlen, hogy ő most demonstratíve megölje magát, hanem hogy még nagyobb idézőjelben hatást gyakorolva még mást is magával vigyen a halálba. Nekem volt saját szakmai tapasztalatom ebben a témában, van olyan, hogy öngyilkos is akar lenni, meg még rendőröket is el akar vinni a halálba, és közben demonstrálni. Elképesztő. Jó, hát Józsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elmondta. Tudom, hogy nagyon nehéz egy olyan ügyről beszélni, nekünk is, akiknek kevés információk van, neked is, aki ugye nyilván nem voltál ott a konkrét helyszínen, de úgy nagy általánosságban így próbáltuk megérteni ezt a dolgot. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad mindezt. További szép napot mindenkinek. Neked is köszönjük szépen. Vég József, túsztárgyaló és kriminálpszichológus. Na. Hát ez az, amivel... Én most teljesen laikusként azt mondom, hogy szinte semmit nem lehet kezdeni. Tehát az, aki annyira zakkant, hogy olyan késztetést érez, hogy mindenképpen meg fogom ölni, vagy öletni magam a lehető leglátványosabb módon, mert valahol mentálisan itt tart, kész. Tehát, hogy ez létezik. Megint csak azt mondom, hogy ezt láttuk filmeken is. Igen, és azért is különbözik ez a dolog, mert amikor, tényleg csak filmekből tudjuk. Tehát amikor valaki bankot rabol egy ilyen helyzetben túszogat, ott világos lehet a cél, ott ki tudja az indítékot deríteni a túsztárgyal, és onnantól kezdve ezzel fog, miért az indíték? Én ezt gondolnám. És nyilván, aki bankot rabol, ugye azzal a célra rabol bankot, hogy sok pénze legyen, és akkor egyszer valahol egy nyugodalmas életet tudjon folytatni azzal a sok pénzzel. Érthető cél. Ilyenkor, ami most itt kezd körvonalazódni, itt fogalma sincs senkinek, hogy egyébként hogy lehet hozzányúlni, és hát ez volt az egészben a félelmetes, amit ugye Vég József úr elmondott, hogy nem, neki nem csak az a célja, hogy magát megölje látványosan, igen, hanem hogy a halálba ráncson mást is. És ez az, ami elképesztő és szörnyű. Köszönjük szépen. Továbbra is azt mondom, hogy ha mi ezzel az üggyel kapcsolatban újabb információkat kapnánk, tudjátok, hogy nagyon jó a kapcsolatunk a tekkel, akkor azt nyilván el fogjuk mondani, mi nem fogjuk keresni a teket, mert tényleg tiszteletben tartjuk a munkájukat egyébként. A munkájukat, meg a fájdalmukat is. De amennyiben bármiféle információt ők közölnek velünk, akkor ezt majd közvetítjük nektek. Tudod, bocsánat, csak még az jut eszembe, hogy most a cikkek, amik ma is már megjelentek, az újabbak, hogy azért a környezete, a szomszédok azért tisztában voltak azzal, hogy valami nem az, hogy nem oké, hanem nagyon nem stimmel ezzel a dologgal. És hogy... Ezzel az emberrel. Igen. Tehát, hogy idáig eljut a dolog, mire kezelnek egy ilyen helyzetet, vagy kezelni kell egy ilyen helyzetet, hogy egy zavart ember a társadalomban. De mit tudsz előtte csinálni? Ez az. Tehát ez a baj, hogy valószínűleg mindenkinek a környezetében, vagy sokunknak a környezetében van legalább egy olyan személy, vagy volt szomszédok, nem tudom, baráti körben, stb. Aki úgy érzed, hogy ez nagyon gáz, ez egy időzített bomba ez a csávó, vagy akár nő. Igen. Csak mit gondol ilyenkor az ember, hogy hát csak nem. Csak nem történik olyan, csak nem megy el odáig, csak nem csinál. Nem az én életemben történik meg, hogy a közvetlen környezetemben valaki ilyen szélsőséges cselekményt csinál.
Nem, szerintem sok mindenkinél van ilyen, van az a zakkant szomszéd, vagy valaki, akire azt mondják, hogy úristen, csak baj ne legyen ebből, és ott van, és együtt élnek vele éveken át. Mit tudsz tenni? Nem tehetsz feljelentést a rendőrség, hogy ő őrült. Igen, kész, nekem hát, nem tetszik. De így van, pontosan. De egyébként ilyenről kérdezhetnénk a hallgatóinkat, tehát, hogy van-e ilyen ember a te környezetedben, vagy a környékeden, mondjuk így, akkor tágabb értelemben, aki a viselkedésével rendszeresen rátok hozza a frászt, és nyilvánvalóan nem tudsz feljelentést tenni, mert azon túl, hogy rátok hozza a frászt, nem tesz egyelőre semmit, de van egy olyan érzésed, hogy egyszer ebből még baj lehet, ő még bajt is okozhat. Van egy ilyen ember nálatok? 0-20-22-22-122. Ez a Bocskor a Retro Rádió Lászlóval. És 3-8 lesz 6 perc, van megdöbbentő egyébként, hogy mennyi, Péter is vállalja, hogy mennyi embernek van olyan a környezetében, akiről úgy gondolja, hogy ebből baj lehet. Ez megdöbbentő. Nézzük először, hogy miket írnak még. Márjál, van itt valaki mindjárt, akivel beszélni fogunk, de először az SMS-ek. Főni, azért lássuk már meg ki a király, GVM megtölt egy egész szántóföldet, Presser Pici bácsi meg csak háromszor az Alénát. Na ugye? Üzeni Tonyó. Szántóföld versus Aréna, érezzük. Sziasztok, tudja valaki, mi a szér van megint lezárva péntek reggel a pesti alsó rakpart? Ez valami borzalom, amely ebben a városban megy, mondja a könyvelő. Hát valószínűleg az autómentes nap. Vagy péntek, péntek az autómentes nap? Azt hiszem, hogy egyébként ma van az autómentes nap, de utána fogok járni, de hogy ebben nem vagyok biztos. Több napon át tartó autómentes nap. És akkor lezárjuk a rakpartot? Az autómentes nap? Én a rakparttól már elköszöntem. Talán lezárva van egy út, attól elég autómentes. Persze. Na mindegy. Bocsi, félrevitted a beszélgetést. Itt nem volt semmiféle túszhelyzet. Egyáltalán miért akartak bemenni a rendőrök, tekesek? Van egy pár olyan SMS, ami még magam is felhúztam magam. Erre az a magyarázatom, hogy elmondtuk, hogy itt nem volt túszhelyzet. De úgy hívják azt a foglalkozást, hogy túsz tárgyaló, aki az ilyen elkövetőkkel beszélget, akiket valamilyen veszélyforrás miatt nem lehet megközelíteni azonnal. Tehát a válaszom erre, és hogy miért akartak bemenni a rendőrök? Azért akartak bemenni a rendőrök meg a tekesek, mert mások számára veszélyt jelentett ez a férfi. Igen, most... robbantással fenyegetett. Ennek a férfinek vannak szóval. Mi nem érthető ezen? Tehát tényleg, na mindegy, van egy pár, várjatok. Sziasztok, felmerül a kérdés, a mesterlövészek miért nem lőtték le, ha látható volt a merénylő? Ez még kérdés. Ez neki még kérdés. Mert nem szoktak a rendőrök egyébként semmelyik országban sem lelőni valakit, aki egyébként nem tart fogva senkit, hanem egyszerűen csak van, és azt mondja, és fenyegetőzik. Más nem csinál. Ilyeneket nem szoktak kilőni még Amerikában sem. Igen, akkor jó reggel találtam egy M8-as anyát az udvaron. Hát elkezdődött. No műhold, Janika. Ó! Oh. Legalább fellazítottad ezt a feszültséget itt. Sziasztok, testvérem, skizofrén, egyszer kigyulladt a szüleim lakása, eléggé közvetlen tapasztalataim vannak az ilyen típusú emberekkel, nem akart senkit bántani, és rettenetesen szenved. Igen. Sziasztok, nekem van a pécsi tűzgyújtó, aki tavaly az egész mecseket felgyújtotta, és azóta is szabadon rohangál, és ugyanúgy a környéken lakik, és ott is vannak mentális problémák rendesen. Aha. Vannak bizony. Hívod a doktor urat? Kérdők előtt itt van a vonalban Péter. Jó. Oké, várjál még, azt mondja, sajnos van ilyen a lépcsőházban, sokszor éjszaka arra ébredünk, hogy üvöltözés van, pár hete délelőtt még a rendőrök is kijöttek és el is vitték, és minden ott folytatódik, ahol abban maradt. Ha találkozol vele, egy udvarias, normális ember képét kelti, Nagy Kozári. Hát ez az, hogy a rendőr is mit tud csinálni azon túl, amíg nem történik olyan dolog, ami igen, már bűncselekmény. Az utcánkban él egy férfi azzal az anyjával, akit rendszeresen fenyeget, több öngyilkossági kísérlete volt, mentő viszi. Elviszi, majd hazaengedik. Szóval szerintem a rendszer szinten van komoly baj, évi két alkalommal jönnek hozzá a mentők rendőrrel. Skácok, volt kettő is Békásmegyeri vagyok, a Hajós utcai magára robbantotta három emeletet, ismertük. Szintén Békáson egy gyerekkori haverom apja tűzszerész volt nyugdíjasként, a lakótelepi lakásában hordta fel a cuccokat, de már meghalt, sajnos vagy nem. Van itt minden is, képzeljétek el, itt van velünk két Péter is, először egy hallgatónk Péter, aki azt mondja, hogy a szomszédja akarta őt, vagy őket megölni. Szia Péter, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Szia Péter! Jó reggelt. Na Misi, mesélj, életed mely szakaszában volt? 10 éves voltam, uh-huh. A hugom 9, édesanyámmal voltunk otthon. Azt tudni kell, hogy ez egy nagyon jó baráti szomszédság volt, aha, régen, és az ember egy sörös cég, akkor mint sofőr. Volt egy rakodója, aki meglopkodta folyamatosan, és ez miatt a sofőr is börtönbe került. 1 évet ült börtönbe, és 1 év után teljesen megkattant. Elkezdte bántalmazni folyamatosan a családot, és nyilván anyuka, illetve a gyerekek hozzánk szaladgáltak át, és ugye próbálták a szülők védelmezni őket. Igen. Az én édesapám akkor nemzetközi buszsofőr volt, és hát egyszer kifigyelte, hogy éppen nincs otthon. Még emlékszem, hogy anyukám kirángatott gyorsan a fürdőkádból, mert éppen kezdődött a szovjet-magyar labdarúgó VB mérkőzés, hogy azt megengedte, hogy megnézzem este. és ezt csak arra lettünk figyelmesek, hogy ütik-vágják a bejárati ajtót. Családi házban laktunk, emeletes családi házban, és fönn voltunk az emeleten, és egy baltával kezdte el szétverni az ember. A szomszéd a ti ajtótokat. Így van. És a hugom még a kádba volt, csak gyorsan rá egy lepedő, és az volt a szerencsénk, hogy a családi házban laktunk, de a sorházaknak lettek megcsinálva a családi házak, és a padlástereket egybehagyták. Uh-huh. Nem voltak lezárva a padlásterek, és gyorsan szaladtunk fel ugye a padlásfeljáron, és akkor, hogy út majd átszaladunk a szomszédhoz, de hát ugye faajtó volt, a bejárati ajtó olyan gyorsan szétverte a baltával, hogy édesanyámnak a lábát elkapta, őt majdnem vissza tudta rántani a padlásfeljáron, de szerencsére le tudtuk csapni úgy az ajtót, hogy nem volt gond, és így át tudtunk szaladni a szomszédhoz, ott elkezdtük az ő padlásfeljárójukat verni, és akkor úgy így a szomszédok segítettek nekünk. És ő mit üvöltözött? Megöllek? Vagy... Csak, igen, nekem ez annyira beleégett a fejetem az agyamba, csak az, hogy megöllek benneteket, ennyi. És mi lett a vége? Hát ott a szomszédok őt valahogy hatástalanították, lefogták, nyilván jöttek a rendőrök, és utána elvitték a rendőrök, megint börtönbe került. Viszont ott a gyerekeket, meg a feleséget ugye ez annyira megviselte, hogy utána ők el is költöztek, úgyhogy nem tudom, hogy igazából aztán mi lett a... Ugye mi Veszprém mellett laktunk Litéren, azt tudom, hogy ők Fehérvárra költöztek, ez még megvolt info, de utána a többit nem tudom. Mi a hugommal nagyon lelkileg oda voltunk, nem is tudtunk iskolába menni, egy darabig nem mertünk kimenni a házból sem, úgyhogy igen, nehéz volt. Hát köszönjük, hogy elmondtad, ez nagyon nagy trauma. Igen. Nagyon szívesen köszönöm szépen a lehetőséget. Szia Péter! Jó bulizást, este, szép köszi, étvégét mindenkinek! Köszi, ciao, szia! Köszönöm szépen, sziasztok! Szia. Na, képzeljétek el, hogy közben háziorvosunk, Gyurival, ezt lehet így mondani, de ti is sokszor hallottátok őt adásban, és elmondta, hogy az egyik betege vele, tehát ami ijesztő volt, vele mit követett el? Itt van velünk dr. Torzsa Péter. Szia Péter, jó reggelt! Elhúztok, mindenki szeretettel üdvözlök, jó reggelt! Jó reggelt! Szia. Na hát rácsatlakozz a témára, nem gondoltam volna, egy orvos a szakmájánál fogva is egy ilyen helyzetbe tud kerülni. Abszolút, hát igazából nem tudom, tudjátok, de már 25 éve dolgozom a praxisomba. Hát még mindig 25 évesnek nézel ki egyébként. Aj, Gábor, ez jó hallani, jól indul a napom, de hát az ilyenkor 25 év alatt rengeteg olyan élmény van. Hát először csak egy egyszerűbbet azért az, hogy te is ismered a Cili nénit szerintem, egy lakásban lakó, egy házban lakott veletek, tehát Cili néni volt az, aki megszerezte a mobilszámot, aztán volt, hogy éjjel felhívott hajnali 2-kor, hogy megkérdezze, hogy igazából én most akkor felírtam a receptjét, vagy sem. Tehát és akkor megkérdeztem, de az, hogy hajnalban, hát jaj, nem délután 2, tehát hogy nagyon sok esetben fel is borulhat mondjuk az időseknek az időérzékelése. De ami igazából, ami miatt én kerestek titeket, hát azért, és felvetésre nagyon jó volt a Péternek az esete a skizofréniával kapcsolatban, hogy azért, aki nem tudja, tehát azért a skizofrénia jól kezelhető gyógyszeresen, de néha dekompenzálódottak a betegek is, a valóságérzetük ezáltal sérülhet, hallucinációk alakulhatnak ki, tehát ezért abszolút azt lehet mondani, hogy oda kell figyelni ezeknél a betegeknél, és akit én el akarok mondani, az, hát a családorvosok, azért mondom, hogy mi ki vagyunk téve azért veszélynek is. Na. Tehát nekünk azért időnként kimegyünk a pácienseket meglátogatni az otthonába. Amikor ez történt, akkor még este 8-ig rendeltünk, tehát el lehet képzelni, este 4-9-kor mentem egy skizofrén páciensem. Ez aki volt egy egészségügyi dolgozó volt korábban, és ezért aztán alapvetően
egy jó állapotban lévő páciens volt, a telefonban kihívott, hogy fölment a vérnyomása, rosszul van, fáj a feje, zavartabb is, úgyhogy kimentem megnézni a pácienst, és nem is tudom, hogy akkor végül is elég jól elbeszélgettünk, becsukta az orszat, bementem, elkezdtem a vérnyomását, a végén kezet szoktam mosni, és nem tudom, akkor fura érzésem volt, hogy én nem mertem neki háttal állni, tehát hogy úgy mondtam, de nem tudom miért, de még forintos hátra pislogatom, mögöttem állt, hogy olyan furán nézett. Meg, ez egy hölgy vagy egy úr volt? Úr, vagy egy hölgy, hölgy. Akinek az állapota stabilnak gondoltam, skizofréniával kezelik, gyógyszeresen rendben volt, és akkor mondom, ez mivel véget ért az egész konzultáció, szerintem 3-4-9 lehetett, és úgy mennék kifele, mikor egyszer csak nyitom az ajtót, és be van zárva, és kulcs nincs a zárba. Uh-oh. És akkor ránézek, mondom, hát Kati, mondom, hol a kulcs? És elkezdett mosolyogni, hogy hát azt nem tudja. És akkor egyetlen, és még az a probléma, hogy nekem akkor még a telefonom meg lemerült, tehát volt ilyen, mikor hosszú nap végén nem volt telefonom se. Tehát én akkor én is kicsit pánikba estem, mondom, hát Kati, kezdjük el keresni azt a kulcsot. És hát alapvetően el kell tud képzelni, és ez még mindig, pedig ez szerintem már 6 éve volt ez az érzés, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy úristen, mi van, és hát még ez az eleje, aztán ebből lehet bármi más. Hát, hogy ne. De hogy oldódott meg? Kati önként adta elő, vagy a kulcsot úgy értem, vagy... előadta, aztán igazából megtalálta, hogy végül is letette. De nem volt közel, tehát igazából az érzésem az volt, hogy ez abszolút ebbe szándékosság is benne hát, volt. Persze. De más nem történt, de hát ahogy halljátok, hogyha valaki dekompenzálódik és skizofrén, akkor bármi elképzelhető, tehát hallucinációban azt is gondolhatja, hogy én az életére török, előkerülhet egy kés is, tehát nagyon óvatosnak kell lenni, és hát így a családosi szakma is egy picit lehet ilyen szempontból veszélyes, mert én férfi vagyok, de hát gondoljátok el, hogy egy ilyen törékeny, filigrán kolléganő megy és megnézi a kimegy hát babát. Persze, ne viccet, te felmérted egyébként az erőviszonyokat, amikor Kati mondta, hogy nincs kulcs? Felmérted, hogy itt, ha közelharcra kerül sor, akkor ki a győztes? Hát, én akkor még nem voltam úgy kigyúrva, mint ahogy most se. Na jó, és Kati? Úgyhogy végül is Kati azért körülbelül egy 30 kilóval több volt, mint én. Oh. Én azt gondolom, a nagy probléma az agresszivitás. Igen. Tehát elvileg, hogyha valaki, tehát egy ilyen páciens dühbe jön, akkor hatalmas erőket tud megmozgatni. Tehát valószínűleg legyőztem volna, de nem került erre sor, de veszélyes. De sérülések árán. Egyébként annak idején teljesen más témában beszélgettünk, hogy a TEK főigazgatójával, Hajdú Jánosra, aki elmondta, hogy a legtöbb ilyen ügy, lásd például, most konkrétan nem a szerdai esetre mondom, de hasonló ügyek, azok mentális betegségben szenvedők, akik a gyógyszereiket letették és nem szedik tovább. Azoknál fordul elő. És ezt nem is tudja senki, tehát a kezelős is azt gondolhatja, hogy ő szedi rendszeresen, ahogy én is azt gondoltam. És emellett a Kati elvileg szedte is, tehát még emellett is, hogy szedi a gyógyszert, néha dekompenzálódhatnak, és akkor viszont kialakulhat veszélyes helyzet, tehát igazából lehet nekük agresszívek, tehát ő szóban is, tehát kiabálhatnak. Úgyhogy végül az ő esetében is annyira eldugott volt a házban a lakása, hogy én sem tudom, hogy ki tudtam, hogy tudtam a segítséget kérni, maximum az ajtós ablakot, mint amit kikiáltok. Tehát nagyon veszélyes helyzetek lehetnek, de azt szeretném hangsúlyozni, azért az a skizofrénia jól kezelhető, ha jól szedik a gyógyszert, azért ők egy nagyon értékes emberek, tehát alapvetően csak hogy veszélyhelyzet elő. Abszolút, hát én profilaktikusan szedem. Jó, azért reméltem, hogy nevetni fogsz, Péter. Igen, megtápolom, abszolút élőadáson megtápolom, hogy ez ilyen nincs. Így van, Péter, nagyon köszönjük, hogy elmondtad a sztorit, köszönjük szépen. Szívesen, szép napot, sziasztok. Neked is, szia, doktor Torzsa Péter. Hú, gyerekek, vannak egy annyi sztori van, viszont ami, gyerekek, az előbb lement, nem is figyeltem oda az Easy Top dal, és ha nem jött 10-12 SMS erre, akkor egy sem, de csak ilyenek, lecserélték a zenei szerkesztőt, végre nem unásig játszott nóta, az Easy Top Lagrange. Tényleg csak egy dal, egy hard dal, egy Easy Top dal, és azt mondja, hogy gyerekek, milyen jól lecseréltétek a zenei szerkesztőt. Majdnem. A showman egy kicsit a kezébe vette az ügyet. Picit, igen. Nem picit. Most akartuk mondani, picit gondoltam, de hogy odafigyelek én is. Jó. Szerintem játszhatunk még egy Hungary Machine-t. Hogyne, belefér a dalszöveg. Itt van átforgatva a Google-ben. Előadok el nekünk, vagy dalcím szokás szerint. Könnyű lesz szerintem. 0-20, 22-22-122. Indul a Hungary Machine. Na,
Gyuri már gratulált az új állásomhoz. Jó, nem szándékoztunk kettő bombát, zenei bombát robbantani egymás után, de ilyen, Dick, milyen zenék, csúcs, ez most egymás után törlés nélkül, Geri és Phil, wow, halleluja, basszus, bessa, behu, Laca, zenei szerkesztő se szedi a gyógyszerei, dobja is ki. Vége a zene, köszi, főni, sziasztok, állati jó volt, Geri úr, reggel küljétek még. Geri úr, esek hanyat, mindjárt nem tudom, ki csinálja, de ez király. Jó reggelt, bocsi, behoztad az autóból a pendrive-ot? Nem, beállt az autóval. Na, itt jön egy, na ettől a proli zenétől féltem, tehát itt van egy kritikus, bocsi, ez nagyon jó választás volt, nem akarsz zenei szerkesztő lenni, add tesz a egesztő. Hi gods, mi ez a számliba bőr? Ő nem is ismerte, de... Figyelj, hogy egy klasszikust idézek, felelősséggel tartozol azért, amit megszelídítettél, úgyhogy innentől... Ki az, akit megszelídítettem? A zene. A zené. Innentől hozzátartozik. Nekem tegnap Gyuri azt mondta, hogy a mi kedvencünk is bekerül. Melyik? Nem tudom, mi a kedvencetek. Jó. Jó, igen, igen, úgyhogy írunk neked levelet, hogy Avicii-t is szeretnénk. De nincsen fenn a negyediken munka egyébként? Lehetőség kettőtöknek? Nem akartuk, hát ott van az az Avicii rádió, nem? Nem nagyon folyik munka, mit csináljuk? Azt tudom. És de, mi szeretünk dolgozni. De nem az az Avicii rádió? Nem. Az milyen rádió? Nem, azt sem tudom, mi történik ott. Majd megmutatom. Most, hogy a zenei szerkesztés világában elmerülsz, de most ezt a konkurenciát is felmérted. Én a retro rádiónak mutattam új árnyalatokat. Ennyi. Hát, ahogy tehát a neve is mondja, retro, hát abból mutattam új színeket. Hihetetlen, hogy nem ilyen hatást tud kiváltani. Egyébként ez így van. Ez tényleg így van. Jó, játszanunk kell. Gábor van a vonalban. Szia Gábor, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Hello, hello! Gábor, túldumálta a Gyuri az időt, ezért ez a te károdra megy, és ezért elkezdjük, jó? Ez könnyű lesz. Jó, szerintem. Rendben. Figyelj! Hogy mondjam el, hogy akarlak, mennyire szeretem a bőröd szagát, ha szívemben élsz, szívem égni fog, legyen a tiéd újra és újra. Na ugye, hogy tudod. Szeretem a bőröd illatát. Nem ez a címe, hát vagy az előadót mondjad inkább, de ez a dal az valóban. Igen. Na ki az előadó, ne hülyeskedj már. Illik tudni. Hát, szereted a szeretem a bőröd illatát, ugye előtte van az a sor, ami a dal cím. Meghallgathatnánk még egyszer? Hogy mondjam el, hogy akarlak, mennyire szeretem a bőröd szagát, ha szívemben élsz, szívem égni fog, legyen a tiéd újra és újra. Hogy mondjam el? Hogy? Már körbelőtted. Hogy mondjam hogy el, mondjam hogy? Mondjam el, hogy? Szeretem a bőröd illatát. Nem az a bőröd, hagyjad már bőrödet. Felejtsd el egy pillanatra a bőrt. Jó. De akkor ki énekli? Hogy néz ki a csávó, aki énekli és a két csaj körülötte? Hát nem tudom, hogy néz ki. Aha. Gyuri. Tessék. Hozzá döntést. Miről is most? Hát, hogy nyerte a Gábor. Hát, ha nem tudja, akkor nehezen. Gábor nem megy. A kutyafáját. Igen, a kutyafáját. Tényleg, ne haragudj, csak ez annyira könnyű, hogy mások leharapnák a fejem, hogyha ezt nem engednénk át valakinek, aki tudja. Jó? Ne haragudj. Jó? Rendben, semmi gond. Oké, okay, köszönjük szépen, szép hétvégét. Hello, 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 hello. Ja, jó fej volt. Igen, visszhal. Ő is jót akart nekem. Nagyon, nagyon. Éreztem én is. Mivel jól folytatjuk, zenei szerkesztő? Mit tudom én? Várjál. Egy olyan felvétel. Szóval egy olyan felvétel. A Fools Garden Lemon Tree jön. De jó választás, bocs. Azt nem én csináltam. Is kedvezel, köszönjük szépen. Azt nem én csináltam. Tudod, jövettel ezeket szeretjük. Gyermekkorom emléke. Imádom, de jó, hogy kedvezel nekünk. Majd a ízét, amikor átvezeted a bakeliteket. Áttegyek valami mást helyette? Nem. Mit tudnál oda tenni? Ezeket mi szeretjük. Igen. Úgyhogy köszönjük, Lemon Tree jöjjön. Olvasol a gondolataimban, igen. Jó, és jön még az, hogy hogyan lehet egyébként megfiatalodni. És most nem mai dolgokat mondunk, tehát nem botox, hialuron, nem tudom, narancsbőr, kefe, meg szérum, meg micsoda. Meg orvosi segítség, meg mindenféle. Hanem a régmúltból, képzeljétek el, mindig is, ez most derült ki számomra, mindig is az emberek vágya volt az, hogy fiatalabbnak tűnjenek, vagy esetleg fiatalodjanak úgy, hogy tovább élnek, és erre a kínai
kínai, különböző kínai császárságok alatt voltak elég furcsa dolgok, ott például a Higan tablett, a Kleopátráról mindenki tud, de volt, aki kecskeherét műtettetett be magának, sőt másoknak is, és attól remélte az örök fiatalságot. Szóval ezeket a régi módszereket, ezeket nézzük most végig, hogy van-e mégis, miután ezek félig meddig házi praktikák? Hát igen, szóval az ember józan paraszti esze azért némelyikre azt gondolja, hogy hűha, ez veszélyes, meg egészségkárosító lehet, de akkor is azért ott van a lehetőség, hogy működik. Hogy ott van-e a lehetőség, hogy működik, ezt beszéljük meg dr. Tóth Tamással, obezitológusan, nagyon nehéz ezt kimondanom, hogy Higan tabletták, akkor szamártej, fiatal nők vérfürdője, hasonló, valamilyen szinten hathat-e az örök? Még belátja a fantáziát. 8 óra 14 perc, szevasztok, jó reggelt mindenkinek, hello Laci. Hello Bocsi, jó reggel. Gyuri, jó reggelt, jó reggelt, sziasztok. Hello Anett, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok. Hát most vagy 60 SMS érkezett a zenékről. Elképesztő. Igen, elképesztő. Bejött a Lemontri választásod is? Szerintem az is, igen. Rohadt jó zenék, szameg, Jóci a hajós, Bocsi, zenei, Bocsi zenei szerkesztőnek, ez de jó zene, csak ilyeneket innentől kezdve. Gábor, nem szeretnéd egész napra kezedbe venni a zenét? Gyerekek, dehogy akarom, ez olyan könnyű egyébként. Tehát, hogyha ekkora eufóriát váltott ki, ez nekem 5 perc volt. Úgyhogy folytatódik. Folytatódik ez az utazás. Ilyen számokat, még nem ismerem ezt a számot, de CIO. Na jó. Jó, köszönjük szépen. Most valami másról. Beszéljünk egy picit az örök fiatalságról, ha nem is az örökről, de az, hogy fiatalodni szeretnénk, az igazi trendé vált, nem? Nagyon. Hát most már, ha látod a reklámokat, mindenhol az krémek, ilyen készítmény, olyan készítmény, mert erre mindenki akar költeni, meg szeretne ezzel foglalkozni, hogy hát azért... Ez mondjuk azt, hogy az emberiségnek ez egy örök vágya, amit nem tudtam, hogy ennyire örök, de egyébként Anett, ma a mai embernek milyen lehetőségei vannak egy picit fiatalítani magán? Számtalan lehetősége van szerencsére, annak ugye a krémek, akkor ugye amiről beszéltünk, hogyha megfelelően étkezünk, akkor az is nagyon sokat tesz, és ugye arról nem beszélve, hogy ott van az orvosi beavatkozás. Is, így van, pontosan. És mi azt gondoltuk, hogy hát mit tudunk mi az ókorból például, nagyjából semmit, fotók nincsenek, hogy az emberek régen áporatlanok voltak, nem törődtek magukkal. És most derült ki egy cikk kapcsán, képzeljétek el, baromi jól összeszedték, hogy régebbi korokban ugyanez a vágya megvolt az embereknek, ugyanúgy fiatalnak, vagy akár halhatatlanná akartak válni, és erre az akkori kornak és a tudásuknak, tudománynak megfelelően különböző praktikákat alkalmaztak. Amit akár csodaszernek is hívhattak, mert én azért nagyon sok esetben azt érzem, hogy valami elborult agyú kitalálja, hogy majd az nagyon jó lesz. Nem elborult agyú. Van, aki tudósok, nyilván van olyan is, aki egy taxisofőr volt, és feltalált egy, azt hiszem, radioaktív, nem tudom, ágyékvédőt, de az nem feltétlenül ajánlott. Gyerekek, hogy ezek a dolgok, itt tényleg a kínai császárokon át, a francia tudósokon keresztül foglalkoztatta az embereket, hogy tudnának tovább fiatalabbak maradni. Hát ők voltak a koruk biohackerei igazából. Tulajdonképpen igen, mai szemmel nagyon bizarnak tűnnek ezek a módszerek, ugyanakkor az is lehet, hogy hatásosak, mi ezt nem tudjuk, és ezért van itt velünk egy szakember, múltkor vele beszélgettünk ugye a mikroműanyagokról, táplálkozási szakértő, és végigvesszük ezeket pontról pontra, amennyi időnk van, amennyi belefér. Itt van velünk dr. Tóth Tamás, obezitológus, táplálkozási szakember. Szia Tamás, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Tamás! Megkaptad ugye ezeket a pontokat te is. Megkaptam a pontokat. Jó, nézzük, és most tudom, hogy ezt kénytelenek leszünk olykor humorral is kezelni, de azért arra is kíváncsi vagyok, hogy orvosi szempontból, hiszen akkori szakemberek ezekben hittek. Szerintem csináljuk azt, hogy menjünk pontról pontra, és akkor te elmondod orvosi szemszögből, vagy bármilyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban, hogy mit gondolsz ezekről, jó? Oké. Okay. Na, itt van például Qin Si Huang Ti, egykori kínai császár, ő Higan tablettáktól remélte az örök fiatalságot, és ugye később is alkalmazták a Higant, mert úgy hitték, hogy ez eltünteti a pattanásokat, a ráncokat, a hegeket, tehát egy igazi csodaszernek tűnik ez. Mit gondolsz erről? Hát igen, a császár az ugye belülről alkalmazta a Higant. Igen. Ahhoz meg nem kell szakembernek lenni nyilván, hogy az ember rájön arra, hogy ez az azért nem oké. Tehát vidáman lehet igazi mérgezést kapni, és nem emlékszem már a történelmi tényre ezzel kapcsolatban, azt hiszem, hogy bele is halt. És utána néhány, amíg belehaltak. Ezt elfelejtettem mondani. De addig lehet, hogy ránctalan? Tehát van egy ilyen hatása a Higannak? Valamit feszít, vagy semmi az égvilágon?
Az égvilágon semmi. Nyilván az miért pusztítja a sejteket, és nyilván mivel exkluzív volt, tehát folyékony pém az nincs több, legalábbis könnyen elérhető nincs több, ezért valami varázslatot tulajdonítottak neki, de ez csak az exkluzivitásának köszönhető. Oké, Kleopátra kedvencünk, ugye egyébként... A szamár teljes történet. Igen, a szamár... legismertebb anti-aging a történetemben. A szamár teljes, általában 700 szamarat tartottak, hogy folyamatos körbefejéssel, ugye ezt a napi adagot Kleopátrának biztosítsák. Én nem ismerem a szamártej összetételét, nyilvánvalóan egy nagyon fincsi anyatej, de ez például, gondolom, ő beleült ebbe egy kádba, nem? Igen. Hát a szamártej, azt vegyük úgy, hogy jó esélye hasonlít a többi emlősnek a tejéhez, és a tej az egyébként jó. Tehát a tejnek vannak pozitív hatásai, egy csomó olyan készítmény van, meg olyan kúra van, amikor aludt tejet, vagy valamilyen fermentált tejet, vagy tejet alkalmaznak bőrre. Egyre zsíros, tehát az már önmagában úgy érezhető, hogy az valami pozitívat hat a bőrre. Másrészt meg a tejnek a pH-ja, a benne lévő tápanyagok, azok felszívódnak, a pH jót tesz a bőrnek, és van egy pozitív vetülete a bőrre kapcsolatban, tehát arra mondhatjuk azt, hogy az nem volt hülyeség. Tehát abban volt valami. Igen, feszesít is, meg ránctalanít is, tehát Kleopátrát úgy beleképzelhetjük egy jó kinéző nőbe. Jó, én úgy képzelem őt, mert én utoljára, amikor láttam Kleopátrát, az Asterix képregényemben volt. Mónika Bellucci-val? Nem! Az is jó. Az is jó. Én a rajzolt Kleopátrára gondolok, amikor Obelix beleszeretett Kleopátra, és tényleg egy jó csaj volt. De akiknek nem jutott Egyiptomban szamártej, azok krokodil ürülékben mártóztak meg. Erre nehéz mit mondani. El tudom képzelni, hogy biztos abban is vannak mikrotápanyagok, meg nyomelemek, meg lehet, hogy a pH-ja is jó, de hát most... Jó, ezt, jó, mai szemmel valóban, igazad van. Engedjük el. Itt van Diane de Poitiers, híres francia kurtizán. Második Henrik francia király egyik szeretője volt, az aranyvízben hit, ami nem tudom pontosan mi, de azért az aranyvízben, mert ugye az az egyetlen fém, amiben azt gondolják, vagy gondolták, hogy nem korrodálódik, és ezért nyilván ez hatásos lehet az embereknél is. Mi ez az aranyvíz? Ezen én is gondolkoztam, hogy mi az az aranyvíz. Én most azt vizionálom, hogy tudjátok, lehet kapni ilyen pesgőket, amivel aranylemezek úszkálnak. Szerintem valami ilyen lehetett, mert önmagában az arany nyilván nem módódik. Hát igen. Kötve hiszem, hogy valami speciális aranycsót azt ők be tudtak azonosítani abban a korban. Tehát szerintem ez egyszerűen arany szeletek, darabok, valami ilyesmi lehetett benne. Vagy azt hitték, hogyha az aranyat vízben tartják jó sokáig, abból az aranyból valami beleoldódik, ami nem történt meg. Igen, ez nyilván az alkimiának volt a hatásterülete, ami valljuk be, itt néhány évszázad alatt azért nem produkált nagy tudományos előrelépés sehol. Igen. De az aranynak, azt vegyétek úgy, ez nem egy tudományos magyarázat, ezt én feltételezem, azért van valami fajta olyan hatása a belegbe, ami pozitívnak értékelhető, lévén, hogy nemes fém, lévén, hogy nyilván olyan károkat valószínűleg nem okozott, amit egyéb felszívódó anyagok okozhatnak, és ott tehetett jót. Akár azért, mert a felületével megköt valamit, akár azért, mert valamit katalizálott, de ez nagyon halvány feltételezés. Szóval ne igyon senki aranyvizet, de azt feltételezem, hogy egyébként az élelmiszerhatóságok nem engednék azt az aranytartalmat, hogy pezsgőt forgalomba hozni, hogyha a káros lenne. Igen, és az milyen rossz pezsgő, csak az arany miatt isszuk, igen. Hát igen. Na, Báthori Erzsébet nem tudom, hogy igen, mindenki tudja, fiatal nők vérét. Itt a, sőt, fürdött is a vérükben. Nézd, én egy disznóölés kapcsán találkoztam utoljára vérrel, amit az ember hajlandó volt önként fogyasztani, de az sertésvér volt. Hát itt a vér és a fiatalság. Hát a vérrel kapcsolatban megint csak teoretikusan beleláthatjuk, hogy lehet valami pozitív hatása, csak elképzelni nehéz azt. Az, hogy vér teszik, azt igen, de azt mondjuk, az bizarr. Az, hogy vérben fürdik, ezek technikailag nehezen kivitelezhető, mert most elképzeltek egy dézsát, hogy belefér egy, nem tudom én, 50 kilós nő, és akkor abban van néhány 10 liter, vagy néhány tucat liter vér, egyrészt beszerezni, másrészt az úgy alvad meg pillanatok alatt, hogy belekötsz a dézsába. És úgy kell kihalászni, mert akkor nem voltak véralvarás gátok. Tehát ez a klasszikus aspirin protect még nem szedték a fiatal nők.
Igen, nem szerették, meg nem is tették bele a bátori Erzsébe Dézsájába, úgyhogy szerintem ez inkább legenda lehet, hogy ő vérbe fürdött, és lehet, hogy néha bekente magát, de fürdeni szerintem nem kivitelezhető. Tamás, most jön az izgalmas rész. A heré... Az erotikus? Igen, a heré különböző verziói. Tehát itt van Charles Edouard Brown Szekárd, ha jól mondom, francia orvos. Most összefoglalom ezeket. Kutyák és tengeri malacok heréjéből készített szert, amit beadott magának. Jön Serge Voronoff, orosz sebész, ő orángutánok, csimpánzok, gorillák heréjét kezdte átültetni többnyire idős gazdag franciákba. Ez lehet, hogy egy... Nem tudom. Aztán... Itt van még egy picit, hadd keressek tovább. Igen, a kecskéset várom. Hol van, Gyuri, a kecskés? Az hanyas pont? A tízes. A tízes pont, igen. Dr. John R. Brinkley állítólag vette a diplomáját, ezt csak így hozzáteszem, és ő férfiakba kecske herét, nőkbe kecske petefészket ültetett át. Tehát itt ez a nemi szerveknek ide-oda ültetése, illetve abból szérumok gyártása és befecskendezése, ebbe azért látok valamit. Hogy ezt írd le részletesen, jó? Mert úgy érzem, én nem vagyok orvos nyilvánvalóan, de hát hogy ott a hormonok, ugye a nemi dolgokkal összefüggő, tehát nagyon nehezen fejezem ki magam, de értsd már, légy szíves, amit... Záróvizsgán elég kevés, de... Jó, értem, és akkor látom is, hogy az átültető helyén, de még azt nem mondtad az előtt, de még ebbe a sorozatban volt még egy ettől is bizarabb, az, hogy rokonokba egymás herét ültették át. Ja, igen, bocsáss meg, igen, a családi. Igen, ez a családi, ez az osztuk meg egymás heréit, meg petefészkeit, mert összetartozunk. Szóval én a kecske anatómiához, meg a kecske hormonális működéshez nem értek. Nyilván a kecske is termel tesztoszteront, meg nyilván a kecske petefészek is működésében merőben hasonló, mert ülős állatról van szó, de hogy ez bármilyen logika alapján azt eredményezné, hogy a tesztoszteron hatás, vagy az ösztrogén hatás, vagy a frissebben működő nemi mirigy, az fiatalít önmagába, az a logikai lépés az nem állja meg a helyét. De a tesztoszteron hol termelődik mondjuk egy emberben? Mondjuk a herében, meg a nőkben, meg a petefészekben. Akkor ez volt az alaplogikája, csak olyan valószínűleg olcsóbb volt a kecskétől szerezni. Az alaplogika az ez, csak most ha belegondoltok, hogy most bárhol gyártanak már tesztoszteront, és lehet kapni a boltba, és akinek szüksége van rá, annak zseniálisan jól jön, mert most már injekcióban, meg zselében, meg mindenféle módon van tesztoszteron, akkor ők lennének az örök fiatalok. Tehát, de nem ők. De nem, tehát, aha. Használják illegálisan, ittottam olyan sportban, meg használták, de nem a fiatalságnak az elég szívje. Bocsánat, csak ide még akkor, és azt miből állítják elő ezeket, amiben most tesztoszteron van? Gyógyszer technológiában nem vagyok annyira otthon, de szerintem szintetikus, tehát valószínűleg szintetikus, de az is lehet, hogy kivonják valamiből, de ezt ne legyétek készíteni. Okay, én meg kettőre kíváncsi vagyok, doktor... Egyet hadd mondjak már még ide, igen, jó? Mert az nem volt a listán, az viszont mai napig elterjed, hogy árulnak a agyalapi mirigyet ugyanerre. Szérumként, azt nem ültetik át nyilván, de hogy szérumként kiszednek, és vannak olyan országok, akkor azért nem csak a besével kereskednek, hanem az agyalapi mirigyel, meg az abból kivontakkal, arra állítólag tényleg pozitívan reagáltak az emberek. De azt nem lehet rokonok közt megosztani. Tehát kétszer lehet agyalapi mirigyet kiszedni először meg utoljára, tehát az nem ilyen, de... Értem. Protektúrákról szokták, volt olyan, hogy árulták. Tehát akkor a Földön vannak még olyan kultúrák, ahol ókori módszerekkel dolgoznak. Jó, dr. Henry E. Lane, a Cosmos Physical Culture Sanatórium tulajdonosa, két kezelést kitalált a fiatalságra, ez nagyon egyszerű, olcsó, lényeg a mesztelenség, hóban kellett mesztelenül fetrengeni, szép időben, napsütésben, tehát igen, mesztelenül, és akkor azt hiszem, hogy fallal voltak a nők és a férfiak elválasztva, és akkor egymást dobálták hóval, fiatalít. Mondjuk erről bármit. De én simán el tudom képzelni. Biztos fokozza a vérkeringést, a bőrbe, meg sportolnak, meg akkor ez jó. Akkor megyünk fel ezt arra, hogy jó. Okay. Agyalapi mirigyek, ez az jó.
Na, és itt van még William J. A. Bailey, ő találta fel a radi endokrinátort, ez azért nagyon jól hangzik így, nem tudom összetenni, hogy ez pontosan mit akar jelenteni. Radi endokrinátor, ez egy eszköz, radioaktív volt, a nemi szervekhez kellett kötni, és ez is állítólag eltünteti a ráncokat, segít a memória zavarban, és különböző testi fájdalmak megszüntetésében. Magyarán egy kis radioaktív állandó sugárzás egy központi helyen. Igen, ebben a történetben szerepelt az a gazdag amerikai, aki 2 évig használt, és 51 éves korában elhalálozott, ez úgy leírja a hatását, tehát ez az ellentéte. De addig? Igen, addig nem volt ráncos, mint hogy az elején mondtuk. De ez is az, a radioaktivitás az közismerten tönkretesz egy csomó mindent, tehát úgy védekezünk ellene még az orvosi felhasználásba is, hogy ihaj. Tehát fejveszve menekülünk a hatásától, akár a picitől is, ez nyilván, ez egy gyilkosszer. Tehát ez mint ahogy a legtöbb egyébként, tehát így sommázva az egészet, a legtöbb, tehát a higanytól kezdve egészen nyilván egy állat szervét átültetni, igen, emberbe, az önmagában, még emberi szerv is kilök emberszerveket, tehát hogy... Persze. Ja, Istenem. Egy azért volt egy vonulat, aminek a maradéka, illetve a következmény azért mindig velünk él, azért használtak gyógynövényeket is. Azokban meg van logika. Igen. Tehát a fokhagyma használat, meg a görög széna, és az már viszonylag régóta, tehát ez nem egy pár száz éves, talán már inkább pár ezer éves, azért azok mondjuk azon az úton haladtak, ami már épeszű. Jó, hát, ezzel már lehetett fiatalítani. Igen, tőled mindjárt el fogunk búcsúzni, de pont erre fogjuk a hallgatókat kérni, hogy az ő saját házi praktikáikat majd írják le, vagy mondják el nekünk, hogy ők mire esküsznek, amit ők találtak ki, vagy hagyomány szerint használják, és működik is náluk, de pontosan ilyenekre gondolunk, amit te is mondasz, hogy bármiféle gyógynövény keverék ilyen-olyan kence, mert azt majd meglátjuk. Na, hát Tamás, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm. Nem esik jó, hogy elbúcsúztok, de hát akkor hallgattátok a hallgatókat. Annyi videt akartam mondani. Na, de hát figyelj, legközelebb úgyis keresünk más témában. Nagyon szépen köszönjük. Dr. Tóth Tamás. Szia, Tamás. Szia. Jó, ez azért volt jó, gyerekek, mert látjátok, mennyi baromságot vagyunk képesek abban a hitben elkövetni saját magunkon, hogy úristen, fiatal, egy picit eltűnnek a ráncok. Igen, pontosan. De ez a szamártejes, ez nem rossz megoldás. Akkor. Igen, honnan szerzel szamártejet? Hát ez most neked, te honnan székutas? Ott van szamár? Van szamár, egy biztos. Tudnál beszélni a tulajával? Szóval úgy gondolod, hogy meg tudod dumálni azt, hogy mit tudom én, tejet szeretnél? Szerintem meg tudnám, hogyha tényleg utolérném, akkor meg tudnám beszélni, de állítólag 700 kell ahhoz, hogy egy... 700 kell, hogy állandóan legyen egy este fürdővizet szamárból. Igen, de hát én állandóan akarom. Meg én láttam a filmben, a Kleopátrának egy 6x4-es medencéje volt, tehát azért ott a szamarak nem voltak túl jól. Na jó, hát amit mondtam, azt szeretnénk megkérdezni a mi hallgatóinktól, ez az a saját praktikád, amiről meg vagy győződve, hogy ezzel te tényleg fiatalon tartod magad. Mondd el, miért hiszel benne, tapasztalat, vagy a nagymami is ránctalan volt, vagy nem tudom, lehet ez akár egy étel, lehet egy gyakorlat, tehát nem muszáj... Amit rendszeresen. Igen. Így van. Szokás, bármi, most nyilván azok, akik az ágyban a hancúrt, az asszonnyal, vagy a pálinkát, ezt hagyjuk, ezeket ismerjük, köszönjük, nem kérünk belőle, és a többi 4-5 ember írjon. Azt szeretettel várjuk. 0620-22-22-122. Ez a Bocskor! 39 elmúlt egy perccel, hát a Gyuriék most ki akarnak kötözni a székhez. Tényleg. Mert azt mondták, hogy meg fogok szédülni a dicsőségtől. Teljesen. Olyan SMS áradat van, ami ajnározza itt a zenei felépítésedet, hogy azt gondoltuk, hogy ez már a szirének kénekivel egyenlő, és hát annak idején a tengerészeket... Hogy megmentsetek, igen. Maguktól, igen. Teszem hozzá, benne voltál. Miben? Kötözésben. Benne vagyok a kötözésben, mert szédülök. Tényleg. Szeretlek zenei szerkesztő. És most már így is marad, ugye, annyi jó zene van, mutassátok még, üzeni Barbara. Bocsi, nem tudom, honnan szereztétek meg a lejátszási listám, de a hálám örök. Szerintem ugyanaz az albumotok van meg a Bocsival. Hát egyébként kávé. Mondom, nem egy nagy varázslat ez. Ja. Gyerekek, itt vannak a házi praktikák. Ja nem, bocs, először van egy közlekedésünk, elnézést. Az M1-es, Hegyeshalom felé, Tatánál pályazár,
Nem baleset, valószínűleg karbantartás miatt. Jó hétvégét mindenkinek, Ákos. Pontosan a 119-es kilométernél, meg a 172-esnél is van egy-egy felújítási munkálatok folynak, és emiatt egyébként lelassul a forgalom. Na, most viszont beszéljünk ezekről a praktikákról, akik, vagy amelyekben nagyon-nagyon hisznek a hallgatóink, mert hogy őket fiatalon tartja, vagy ránctalanul tartja. Neked, Anett, van valami? Hát, hogy fiatalon tart, vagy ránctalanul, olyan nincs, viszont van egy eszembe jutott, miközben beszélgettünk, hogy nekem a nagymamám mindig, amikor gyerek voltam, azt mondta, hogy meg kell enni a szalonnát, mert attól szép kerek lesz majd a cici. És így próbált rábeszélni arra, hogy ugye fogyasszuk el a reggelit. A mellékelt ábra mutatja, hogy de egy gyereket miért érdekel, hogy kerek legyen a cici? Hát, hogy nagy korában is mondta mama, hogy van, majd felnőttek leszünk. És mutatta, hogy az övé milyen? Nem, mama, megette a szalonnát? Nem az a baj, hanem, hogy én is megettem. Te is megetted, Laci? Megettem a szalonnát. De sikerült. Hát én azt gondolom, hogy látod, Anett, azért itt van. Működik. Működik a dolog. Na, a mi családunk, anyukám, nagymamám az uborka krémre esküszik. Én is szívesen használom, egész szép a bőröm, csak az zavar sokszor, hogy a nagypapám összekeverte a fogkrémmel, és azzal mosott mindig fogat. Sziasztok! Hallgatom a sok rémséget, ki és csoda, hogy nem halt ki az emberi faj. Hát véletlenül csak a gazdagok tudták megengedni maguknak ezeket. És azok is haltak. De 5 éven belül meghalt mindenki. A CBD olaj, amit Európában nem akarnak elismerni, üzeni Joker. Teszem hozzá, CBD olajat már, ha jól tudom, itthon is lehet kapni. Igen, pár éve ez most már elterjedt. Igen, de van, és nagyon sokan azt mondják, hogy baromi jó. Jó reggelt, minden reggel este az arcomat plusz nyak, mellkas, melegvizes kendővel áttörlöm, amire rózsaolajat és levendula illóolajat cseppentek. 47 éves leszek januárban, max 40-nek szoktak nézni, de múlt hétvégén egy doki 38-at mondott. Puszi, Dorottya. Wow. Rózsaolaj. És levendula illóolaj, vizes, melegvizes kendővel, így végig törli magát. Jegyezzük. Jó, sziasztok, 40 felett, vagy a test, vagy a fej. Lehet választani. Puszi, fodrász, Detti. Kegyetlen. Te melyikre utazol? Arc vagy test? Hát most... Hát ha dönteni kell. Ha dönteni kellene, hát akkor az arc. Igen, mindenki az arcát mutogatja leginkább, igen, nem? Igen. Hát ezért öltözünk fel, mert arcol lefelé. Igen, az arcot könnyebb karban tartani, mégis a kisebb felület. Nem ezért nem a fejünkre dobunk kendőt, és hagyjuk szabadon a testünket. Minden hajnalban jéghideg vízzel mosom meg az arcom, legalább 5 percet letagadhatnék az életemből, Béla gazda. Igen. Ezt tanúsíthatom. Igen, aztán tibeti 5, mi ez? Rítus évek óta minden reggel hidegvizes tus, a forró után kávézaccos arc és testradír havonta 8 órás alvás, üzeni a vetkőzős emese. Uh-huh. Az alvás az biztos, hogy nagyon számít. Igen. Egyébként. 40 fölött pláne, ott azt mondják, hogy 6 óra fölött kell aludni, tehát egyszer muszáj, hogy ne öregedjél gyorsabban, és ez a hidegvizes módszer, ez szerintem nagyon jó. Én ezt csinálom. A vérkeringésnek is nagyon jó, igen. Hát még úgy átmenetileg össze is húzza a pórusokat, tehát az is nyilván egyfajta feszességet ad. Igen, de az meg, amit Anett mondta, hogy a vérkeringést, hogy frissíti, az valószínűleg, hogy a testedben jobban közlekednek a tápanyagok, vagy a méreganyagok jobban, az is nyilván jó. Aztán itt egy terméknevet mondott, azt most nem mondom, de egy ilyen valami age lock valami, azt, hogy a 10 éve szedem, semmi ránc, a működés lényege, hogy a sejtképződéskor a DNS másolási hibákat alacsonyan tartja, nekem bevált. Aha, persze. Bárcsak lenne ilyen. Szuperül hangzik. Van ilyen kis robot, amit lenyelsz, és akkor fiatallá műt. Sziasztok! Az én fiatalságom titka, hogy a 3 gyerek mellett nem hagyhatom el magam. 45 éves vagyok, 16, 8, 6 éves gyerekeim vannak. Minden nap futok valamilyen külön sportra velük, az idővel harcolva, üzeni Ildi. A sport. Hát az életvitel, persze. Sziasztok! Én a frissen facsart grapefruitban hiszek, minden reggel iszom, tele van C-vitaminnal és antioxidánsokkal, és sok egyéb nyomelemmel és vitaminnal. Jó a műsor, imádlak titeket, puszi Szandra. Grapefruit. Nekem nincs otthon grapefruitom. Hát szerintem a lakosság 95%-ának nincs. Szerintem el kell menni a boltba. Almája van, meg jó, de oké, de úgy grapefruit. Úgy... De a grapefruit azért nem olyan jó. De nem is rossz. Tehát egy jó kis cucc az, de valahogy sosem nyúlok érte, mert a narancs jobb. A narancs a jobb grapefruit? Hát ez mint egy ilyen hamis termék, tehát oda van rakva, de tudod, hogy a narancs az eredeti. 51 évesen feszes bőr. Úszom 40 éve, sárga barack mag, szőlőmagolaj, liget szépe olaj bőrre, és iszom is, reggeli smoothie, amit én készítek. Banán, bébispenót, citrom, gyömbér, egyéb zöldséggyümölcs. Ashwagandha és mi? Arra múltkor beszéltünk. És spirulina? Spirulina, gyönyörkék. Por. Mercedes üzeni, jövettől feszes. Mi is iszunk.
Tudom, hogy iszol, de most ő másról beszél. Az egészséges életmódról beszél. Na, van még egy nagyon-nagyon kedves SMS-ünk. Azt mondja, jó reggelt, Bocskortím, a férjemmel 20 év után váltottunk nagyjából egyszerre munkahelyet. Azóta ő minden nap Budapestre megy, én Nyíregyházára. És útközben mind a ketten a műsort hallgatjuk. Így most már mind a ketten titeket hallgatunk, ma reggel a fiunk országos versenyére megyünk közösen. Ahogy beültünk az autóba, szinte egyszerre mondtuk, ma reggel végre közösen hallgatjuk a Bocskort. Kérhetünk magunknak, új hallgatóknak 6 és 4 hónapja egy háját, Sanci és Orsi. Hey, micsoda helyes házasság. Egyik Budapesten dolgozik, másik Nyíregyházán, és mindannak találkoznak. Ahhoz az nagyon durva. De hát akkor mi hozunk össze benneteket ezek szerint? Igen, ez egy ünnep akkor most. Jár egy... Hájjá! Jó. És jár egy hangcsapda is még. Így van, van egy remek hangunk, plusz egy 30 ezer forint értékű ajándékutalványunk a szerelvénybolt.hu-tól. A remek hang pedig ez. Vízj vissza egyiket. Ezek lelegével az más után adtam. Az em vagy nem él, egy poros kis, hogy úgy gondolna te vált. Én meg ezek ember vagy intervűség veletek így egy falujába. Összetévesztetetlen. Abszolút. Igen. Na és mivel robog tovább a zenevonat? Mesélj. Hát ez, ennek te is fogsz örülni. Igen? Igen. Green Day. Jaj, de. Boulevard of Broken Dreams. Gondoltál. Wow, micsoda választás. Gondoltam rád. Hogy szokjál le a fiúk hátulról. Gimis korom királyai. Helyes, jó van. Egyébként hívjatok a hangcsapdára 0620-22-22-122. Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz 3 perc múlva, hatalmas a zene. Ez az, főni, nyomjad. Na ez már zene, nyomjátok, ottó vagyok, Monzéből, Ausztria. Hallgatható rádió megszólaláson kívül is mióta? Hát, Gyuri. Igen, látom, le kell kötözzünk most már. Szia, bocsi, tegnapi Mr. Mister is te voltál? Ez a, te reggel oda rak, bocsi. De én nem akarok rock rádiót csinálni ebből. Nem is fogok, meg nem is tehetem. De most megmutatja, mit tud. Igen. Imádom a most a zenét. Te jó ég, igen. Na jó, köszönjük szépen, Gyuri, kikötöztek, ez a lényeg. El ne szálljak, és amúgy meg Viktorra játszok. Szia, Viktor, jó reggelt, hello. Jó reggel. Szevasztok! Hello, szia. Viktor! Hogy van, hogy mesélj? Hát, köszönöm, jó. Hét utolsó napja, mármint munkanapja. Aha, aztán ennél több nem is kell talán. Igen, de belefáradtál a hétbe? Hát, fogjuk rá. Igen. Fizikai munkát végzel, vagy szellemit, vagy... Ilyen összetett. Hétfőtől péntekig, szombatig úton vagyunk, úgyhogy teherautósofőr vagyok, úgyhogy küzdünk fizikailag is, meg a, mondjuk azt, hogy a szellemileg is. Szellemileg hogy? Hát azért elég sok birka van az úton. Ja, hogy úgy, értem. Tehát igen, ott észnék kell lenni, viselkedéseket, reakciókat kiszámítani. Igen, ezt abszolút értem. Jó, Viktor, elkezdjük? Mehet nyugodtan. Oké, itt van. Vízj vissza egyiket. Ezek lelegével az más után adtam. Az em vagy nem él, egy poros kis, hogy úgy gondolna te vált. Én meg ezek ember vagy intervűség veletek így egy falujába. Na itt egy jó szellemi feladat, ki az? Hát én gondolok egy Badár Sándorra. És jól? Az ember vagy él a lehetőségével azonnal, vagy nem él vele, azt megy vissza a poros kisfalujába. Hogy úgy mondjam, ezek is szinte így jöttek így egymás után, én meg mindegyiket elvállaltam. Hát Viktor, nagyon nagy vagy. Igen, Viktor, sokféle ajándék van, itt van az egyik. Gratulálunk! A nyereményed egy 30 ezer forint értékű ajándékutalvány a Terralux hőszivattyú forgalmazójától, a szerelvénybolt.hu-tól. Igen. Jó, és a másik egy bocsizacsi, benne egy bögre, meg egy baseball sapka. Szuper. Jó van. Figyelj, Viktor, jó lesz a hétvégéd. Ez már megvan, ez bezsebelte. Köszönöm, úgy van. Nektek is jó hétvégét, kitartás. Köszi. Ma még hív Anett, és akkor a címedet megadod, szuper, és majd küldjük, jó? Oké, köszi. Szia, szia. Megint itt a sok száz SMS között jön egy ilyen, hogy ő pedig hányszor kért, hogy segítsünk neki, és hogy nem, és ő most már nem hallgat bennünket. Honnan tudjam, hogy mit kértél? Hát, ez több ezer SMS jön olykor reggel. Most én tudom, hogy mit kértél. Én nem is segítséget értem. Kért. Valamiben segítséget kért valaki, és megőrülök ettől. Mi rádiózunk, tehát alapvetően nem segítünk embereken, ha néha van ilyen is persze, ha hogyha, tudunk, persze. Ha tudunk, de hanem rádióműsort csinálunk. Tehát nem...
tényleg egyszerűen nem értem, és főleg az, hogy fel nem fogja az, hogy lehet, hogy az SMS-ét nem is láttam. Igen. Meg hát azért így 3 évre visszamenőleg azért így nem biztos, hogy minden a fejünkben van. Na. Ja, de gondolom, hogy ma. Na mindegy. Nem ez a lényeg, gyerekek, jövünk vissza nem sokára, amit drága Vokcinkkal, és ő el fogja nekünk azt mondani, az Airbnb, mint szállás, akár bel, akár külföldön, az egy nagyon divatos dolog, egyébként tényleg tök jó, meg minden is. Sajnos sokan arra használják ezeket az Airbnb, nem tudom, kivett lakásokat, esetleg házakat, hogy ott bulizzanak és szétverjenek mindent, ugye? Igen, és most a mesterséges intelligenciával azt mondta az Airbnb, hogy nincs tovább, akinek ilyen szándékai vannak, azt előre fogják tudni. Aha. És nem fogja megkapni. Na minden, nem akarok ellőni minden, de a Jánosnak elindult egy csomó gondolata ezzel. De ez izgén hangzik egyébként. Igen. Na jó. És hát azért mi is majd belegondolunk abba, hogy amikor külföldön voltunk, volt-e olyan, hogy valamit, ha visszagondolok, valamit túlzásba vittünk? Magyarul kiszűrt volna a mesterséges intelligencia. 9 óra 16 perc van, megint jó reggelt. Szevasztok, drága hallgatók, hello Laci. Hello, bocsi, jó reggelt. Jó reggelt, szia Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Anett, neked is, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Sziasztok, azt üzenik itt nekünk, azt mondja, drága bocsi, képzeledben erre a playlistre autózom veled, puszi Dorottya, aki a 40 évesnek tűnő 47, utóirat a férjem megértené, mert ő is csíp téged. Igen. Oh, okay. Igen, ezektől a zenéktől én is érzem a boros kóla ízt a számban, ugye ezekhez az passzol régen. Szerintem mindenki asszociáljon, amire akar. No. Jó. Szép napon, M7-es. Szegerdőnél baleset Budapest felé, belehajtottak a közutas teherautóba, pálya zár, kéklámpások most érkeznek, Gábor. Ó, hát kitartást. Igen. Hello Istenek, nyugi főni, mi maradunk végig. Üdv Peti. Helyes. A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor. Jó reggelt, Vokcikánk! Hello! Hello, boldog, jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt! Hello, Anett! Köszönöm szépen. Nagyon pénteki hangulatban van. Mindenki vidám ma, igen. Abszolút. De nekem minden nap péntek, gyerekek. Semmi. Tudom, János, de nekünk még el kell azt érni, amit neked már sikerült. Igen. Na. Na. Gyerekek. Jó, nem, az Airbnb... Hogy feldobtad az elismeréseddel a Jánost? Miért? Ez elismerés. Igen, azért mondom. Hát basszus, egy ember, aki az életnek ezen szakaszában egy boldog, kiegyensúlyozott életet ér, ráadásul boldog a párjával... A siker. Az ennél nagyobb siker igen. Nincs. Igen. Pontosan. Na. És nem kérkedek vele. És nem kérkedsz vele, és nézd meg, nézd körül, hogy mi hol tartunk. Sehol. Sehol. Hogy érezzük magunkat? Azért van bennetek egy kis irigyelni való, lássuk be. Na, na Airbnb. Gyerekek, igen. Ugye azt tudjátok, hogy ez a partigyilkos vagy buligyilkos algoritmus, ez baromi jól működik, ugye ezt fejlesztették ki. A pandémia óta, a pandémiánál már az volt, hogy ott letiltották a bulikat teljesen, tehát ott bulitiltás volt. Nincsen szobafoglalásnál, nincsen buli, kész, különben véged van. És ezt aztán törvényre emelték, és a pandémia után most is ez van, tehát nincs buli, kész. Magyarán igen, az Airbnb, tehát hogyha ott kiveszel egy szobát, igen. Vagy egy lakást, vagy egy házat, vagy bármit, akkor ő a leíratában már azt írja, hogy házi bulit tartani tilos, tehát ez úgy egy nagyon relatív dolog ám. Hát mennyire relatív? Hát én, ha most mit tudom én, a Gyuri meg én elmegyünk, mondj egy helyet, ahol szeretné menni. Playa del Carmen. Barcelona. Playa del Carmen, jó. Kiveszünk egy lakást, és kirakunk magunknak egy vödör szangriát az erkére, és egy hosszú szívószállal ülünk a kempingszégen, nézzük a tengert, és szívunk. Mármint, hogy iszunk. Iszunk. Jó, okay. Ez már házi bulie. Nem. Ha ezt ugyanezt csináljuk, és kirakunk egy hangszórót, és játszunk... Na, ott kezdődik a baj, igen. Aha. Tehát ott kezdődik a baj, hogy a keresőbe ez van beírva, hogy mit tudom én, brit legénybúcsú az Amsterdam, tehát ilyen hülyeséget ne csináljon akkor a következő jön neki vissza. Különböző filmek a börtönéletről, a buli után, hogy a rosszul sikerült bulikról filmeket készítettek, és ezeket küldik el az illetőnek, hogy... rosszul sikerült buli után mik történnek, ugye? Hát erről csináltak filmeket, és nem tudom, a csúnya ügy, vagy mi volt a címe, tudod, amikor a zuhanyzóra felszögelték a Zuremlájt, meg mit tudom, szóval... Jó film. Jó film, igen, persze. Na, csak körülbelül ilyenek jönnek vissza, és
De ez a, hogy is mondjam, algoritmus, ez egy több száz különböző dolognak kell megfelelned azért, hogy te megkapd azt a bizonyos szobát. Na most ebben ilyenek vannak, például képzeljétek, 25 év alattiakat már szűrik. Tehát itt már 25%-a csökkent, hogy szobát kapjál, hogyha 25 év alatti vagy. És például három pozitív értékelés kell. Neked állítólag van pozitív érték, vagy nem is. Igen, de hát én most voltam először, tehát ugye Airbnb szűz voltam, tehát értékelésem sem volt. Most már ezek szerint van egy, de nem tudtam, hogy rólam egy ilyen... Jó. Nem. A három pozitív értékelés az egy látogatás alatt három pozitív valamit felsorolnak neked, érted? Nem, lehet, nem, igazad van, lehet hogy három foglalásnál kell ezért pozitív értékelés. Ha igen. Ilyened nincs, már 25% ugrott a francba. Uh-huh. Aztán a foglalás hossza is számít, érted? Tehát ott egy rövid időre foglalsz, ott valószínűleg te nem nyaralni akarsz, hanem ott tényleg valamit akarsz tenni. Aha. Aztán mekkora a kéró például, tehát a rövid idő, nagy kéró, aztán például milyen közel van a foglalásod a születésnapodhoz. Na mindegy, ebből maguknak egy portfóliót, és ezek után küldenek neked egy következő választ. Foglalj hotelszobát, vegyed fel a kapcsolatot az Airbnb-vel, aztán másik szállást ajánlanak, másik időpontra, és hát utána megint küldik a filmeket. Tehát ez a szűrés, ez úgy működik, hogy már idén 500 000 foglalást utasítottak vissza. Komolyan mondod, ez ijesztő. Igen. Várjál, hadd olvassak fel neked valamit, egy SMS-t kaptunk, azt mondja, jó reggelt, két apartmant üzemeltetek Budapesten a Corvin negyednél. Vannak elképesztő felvetések a bérlők részéről, lehet-e grillezni az udvaron? Gumi van-e a szálláson? Milyen messze van a fürdő, ha köntösben menne át? Alapvetően kimondható, hogy a városnézésre jönnek, és kocsmaturizmus lesz belőle. 5 év alatt egyszer kellett kilakoltatni bérlőt, idő előtt rendőri segítséggel. A legfontosabb, bármilyen rongálás van, azt a vendég fizeti, üzeni Robi. Na látod, erre jó ez az algoritmus. Igen, jó, csak ez a, tudod, bármi rongálás van, a vendég fizeti ki, de az, amíg a rongálást te helyre hozod, az egy kiesés. Hát meg hát egyet, meg borzalmas, na, szörnyű, amikor a végülis a te tulajdonodban kárt tesznek, az már egy, tudod, ez olyan, mint amikor betörnek, hogy nem, bár nem veszel észre semmit, de úgy érzed, hogy megvan szent, hogy érted, a zuhanyzó alatt... De abszolút értem, és érdekes, hogy ezek a randalírozók, legénybúcsos, stb. Egy szállodában ezt nem mernék megtenni. Így tehát, van. Hogy ez igen, ez valakinek inkább a privát tulajdonában simán, mert ott valahogy ez a, én nem tudom, mi felelősség. Igen, az Airbnb is jó fej egyébként, tehát azt mondja, hogy ha szétvernéd a lakásomat, akkor menj a Kempinskibe, ott szebb szobákat tudsz szétverni. Nincs ez semmi ez baj. Ott legalább van olyan házi rend, amit betartatnak veled, érted? De ez a születésnap azonnal tudnak. Bocs, az a születésnap dolog is izgi, amit mondtál, hogy annak a közelében, mert szerintem én úgy emlékszem, hogy most már a vendégeidnek is a személyének a másolatát, hogy valamit, azt is le kell adni, tehát meg azt is megnézik. Hogy persze, hogy nem. Azt is van. Ez az algoritmus, ez meg azt is nézi, hogy milyen csillagjegyben születtél, érted? Na, ott ez már durva. Ez már durva. De egyébként én most nem emlékszem, hogy milyen adatokat kértek tőlem, amikor lefoglaltam, hogy most kértek-e életkort, vagy ilyesmi. Igen, azt hiszem, a személyim bemásolását azt meg kellett tennem. Persze. Igen. Tudod, ott már számisztikával a személyigazolvány számoddal ott már sokat tudnak manipulálni. Na, a lényeg az, hogy általában azért benéz az ember ezekbe, tehát gyakorlatilag a turista paradicsomokat élhetetlenné igazán a turisták teszik most már. Mindenhol. Mert ugye Európa gyakorlatilag az meghűlt ilyen szempontból, mert mindenki a világ részéről igyekszik Európába, persze mi meg próbálunk máshova menni, de hát Európán kívül többen vannak. Tehát többen vannak azok, akik idejönnek, mint akik innen elmennek, de érdekes módon erre is van egy törvényszerűség, tehát minél felkapottabb egy turista paradicsom, például Velencébe kitettek egy számlálót, ami azt számlálja, hogy hányan jönnek be és hányan mennek ki. És ez azt mutatja, hogy többen mennek ki, mikor sokan jönnek be, tehát akkor az történik, hogy több a turista Velencében, mint a hányan ott laknak, vagy élnek. Pont Velencében most vezették be azt, hogy a turista, akinek nincs ott szállása, vagy szállodaszoba foglalva,
az azt hiszem, hogy napi 5 euróért teheti be a lábát Velencében. Már 12 euró. 12? Ja, bocs. Igen, fölemelték. Igen. Ezzel is próbálják szűrni a társaságot. Jó, hát például Barcelonában már az történik, hogy a főpolgármester választáson azzal nyert, hogy turista ellenes szlogenekkel kampányolt, és ezzel megnyerte tulajdonképpen a választásot. Nézd, én totálisan megértem. Tehát azért ezek a városok, ahol mi turisták elmegyünk előszeretettel, ezek másoknak a lakhelye, az élőhelye. És azt ilyen szinten tönkretenni azzal az áradattal, kosszal, tömeggel, stb. Akkor is, hogyha hoz pénzt a városnak, amiből én lehet, hogy nem is profitálok, ha nincs éttermem éppen. Én ezt tökre megértem, hogy elég. Igen, én is azon gondolkodtam, hogy én nekem milyen hasznom van, amikor meghalom, hogy Magyarországon mennyire jól működik a turizmus. Én abból nem látok egy fillért sem. Tudom, hogy az adóba bemegy, stb. Igen. Rám nincs hatással. Na, a lényeg az, hogy tulajdonképpen itt nem is, még a tömeggel, de a tömeggel is van olyan természetesen, hanem, mert attól éhetetlenné válik egy helység, vagy egy város, vagy egy helység, igen, amikor túllátogatják, és gyakorlatilag ez lesz a turizmus vége. Ugyanakkor viszont azt, amit mondtál, hozzáteszük, hogy nagyon jó profitálnak belőle, mert vannak népek, amelyeknek a nemzeti jövedelmének a 25%-át a turizmus teszi ki. Például biztos vagyok benne, hogy van olyan Horvátország, biztos vagyok benne, hogy vannak olyan népek, ahol még magasabb ennél. Tehát, az is elő. Igen, jó, most csak mondtam egy persze, számot itt okay. A horvátokkal kapcsolatban. Na most itt főleg a bunkóság az, meg a, hogy mondják, a más kultúra behurcolása, mondjuk azt, hogy más kulturálatlanság behurcolása, amikor az elmegy külföldre, akkor az ember levet magáról mindenféle gátat, és ekkor jön, tudod, ez az Aperol spritzel a kezedben, flip-flop, és selfie bandák járkálnak a városon, selfie hordák mennek végig a városon. Például milyen hülyén hangzik tényleg ez, hogy ez a flip-flop, tehát ez a tanga papucs miért lenne olyan nagy probléma? Képzeljétek el, hogyha bizonyos turista helyeken, ahol ilyen nehezebb útvonalak vannak, és valakit azon érnek, hogy ebben a tanga papucsban van, az 2500 euró büntetést kap. Ugyanis marha sok baleset van, emiatt a helikopterek, a mentő helikopterek bérlése óránként 5000 euróba kerül, és így próbálják tehermentesíteni a városokat, meg a falvakat, ezáltal, hogy a költséget valamennyire hatékonyabbá tegyék. Aztán rengeteg ugye a selfie baleset, tehát ez a selfizünk mindenhol, ugye, tehát az utca közepén, a mindenhol, stb. És emiatt a városok átalakulnak ilyen selfie háttérré. Hát tehát abszolút. Gyakorlatilag már csak, én egyébként már ezt idehaza is tapasztaltam, tehát ha a végigmegyek Szentendrén, én annyi ocsmánságot még életemben, az a rengeteg otthon készített gyerekek által készített városrajzok zsírkrétával, meg amit el tudsz készíteni. Valami iszonyú ilyen, minek hívják ezt, ilyen blödli, vagy nem tudom, ilyen szörnyű az egész. És gyakorlatilag a turista paradicsomok is ezzé degradálódnak le, hogy ilyen turistáknak megfelelő dolgokat, már szinte ilyen hollywoodi művárosok alakulnak ki, műkirakatokkal meg. Szóval már annyira előre viszik ezt a helyi sajátosságokat, hogy már gyakorlatilag mögötte eltűnik maga az, ami igazi, és az, ami valódi. Értem, te, de most egy ilyen morális előadást tartasz? Tehát, hogy... Nem, de hogy is, de a fenéket. Nem, hát ez... Én figyelj, rendes ez turista vagyok, én nem vagyok ilyen vogal. Igen, tudod, milyen kevesen vagyunk? Ne tudd meg, ugye gondolj a külföldi nyaralásunkra, ahol a különböző helyeken megjelentek az orosz turisták. Tehát azt nem tudtuk felülmúlni a büdös életbe bunkóságban. Tehát, így van. Mindegy. Tehát, hogyha te elegáns úriemberként és úriasszonyként akarsz mutatkozni, bár ahol külföldön, akármilyen vagy, menj oroszok közé, és mindig te leszel a kitűnő. Persze, így van, és akkor nem kell szégyelned a bunkóságodat, mert ahhoz képest a legnagyobb bunkóságod is valami fantasztikus teljesítmény. Csak az oroszok előztek benneteket. Na, jó, hát ez nem volt egy nagy feladat számukra, na, mindegy. Hát azért, ha megnézzük a mi szobafoglalásainkat, vagy mit tudom, hát mi például szállodában, bocsi, mindig gitárerősítőkkel érkeztünk, tehát akusztikus terroristák voltunk világéletünkben. Hát igen, a Divinus szálloda Debrecenben, amikor tudta, hogy jövünk másodjára, akkor egy külön szárnyat adott neked és nekem. Tehát igen. Ahol nem volt garantáltan vendég. Amit előtte egy hónappal húztak fel. Mert tudták, hogy jönnek a hangszerek, igen. De
beszélve arról, hogy igen, még a gitár még elmegy, de erősítőkkel, meg hát ráadásul te bassgitárra jöttél, és a basszusgitár hangja, azt tudjuk, az a világba elmegy. Tehát igen. Jó, hát vannak persze, hát azért arra is emlékezzünk, amikor már nem tudom melyik finom szigeten a becsekkolásnál a recepcióban egy angol család 17 éves gyerekének a fejét akartad egy üveg hamutartóba beverni. Mi, de érdekes. Tudod, az a helyzet, hogy ez pont fordítva volt. Nagyon rosszul emlékszem, a gyerek akart engem üveg hamutartóval. Ja, igazad van. Igen, mert addig teljesen igazad van, addig provokáltad az angol családot különböző fuck beszólásokkal, és ugye nyilván az angol szókincsed nem tártad aztán tovább eléjük. Na, ez sem igaz. És aztán jött a 17 éves gyerek az üveghamutartó, vagy beveri a kis kopasz fejed. Így volt. Pontosan. Szörnyű, hogy milyen. Fennyire mások a mozik, apám pedig. Hát én most korrigáltam, ahogy te, és aztán nekem kellett ugye gyakorlatilag Butrosz Gáli Enc nagykövet, vagy mit tudom én, szellemében békét kötni a törülközők mellett. Emlékszel? Tegyük hozzá, hogy ott az történt, hogy ők valami nagyon rossz repülőgép járaton érkeztek, és már nagyon fel voltak húzva. Arról meg nem beszélve, én csak annyit mondtam, hogy ennyi volt. És ő jött ezzel a vat-vat-vat, és akkor... Nem, vat-vat-vat, előzte meg a te fak-fak-fakod. Vat-vat-vat. Két kultúrember, két kultúra találkozik egy görög szigeten. És ezeket ismételgettünk, igen. Gyönyörű volt. Vat-fak-vat-fak-vat-fak. Óriási volt. Azért emlékezünk arra, hogy mikor te például amikor nem volt elég már, hogy a szobában ugye hangoskodunk, akkor te az övre szerelhető marssal erősítővel, mint az AC/DC kifutón a folyosón végig rohantál. Egy övre rakható kis marssal erősítő, bedugtam az elektromos gitárt, és azzal a szárod a folyosóján végig. Igen, hogy milyen lehet az AC/DC koncert, amikor kimegy az illető, és ott végig csúszik a térdén. Mindez éjjel egykor. Jó, ezeket remélem az Airbnb nem tudja rólam. Hát, mit gondolsz, miért voltunk szállodában? Na, Vokci, köszönjük szépen! Várja azért még a legnagyobb bunkosságot tőlünk, illetve az a te ötleted volt, hogy úgy érkeztünk meg a szállodába, hogy szakácsot hoztál magadtal. És szóltál az étteremben, hogy most innen húzzon ki mindenki. Az se intellektuális megmozdulás. Hát, itt nagyon tévedsz, itt sajnos a finom érzéke nem engedte azt, hogy az akkor még igen hanyatló vidéki gasztronómia tegyen tönkre egy turné alatt. Itt áthoztam egy szuper séfet Budapestről. És kiürítetted a szállodát. Nem ürítettem ki a szállodát. Csak a konyhát. Haza küldted a dolgozókat. Ez körülbelül olyan, mikor a Jimmy megjelent a stúdióban, akkor kitették a biztonsági őröket. Azt úgy sem mered elmesélni, mit csinált a Jimmy, amit nekem elmeséltél. Azt, de én elmerem mesélni, te nem mered meghallgatni. Vokci, most meg kell fejeznünk, elfogyott a kis időnk. Ja. Hát egy fene. Csőkutya, köszönjük szépen. Csőkutya, csodálatos hétvégét. Neked is. Hát gyerekek. Hát ez mindig az. Borzasztóak ezek az oroszok. Na, ugye? Jövünk vissza mai nap legjobb pillanataival, és ez egy nagyon jó kis beszélgetés volt, de egészen a kínai császároktól az ókoron át egészen a 900-as évek elejéig azokat a praktikákat vettük elő, amiket akkor alkalmaztak, hogy fiatalítsák magukat az emberek. Mi kicsit kétkedtünk az ilyen fiatalító hatásokban, a veszélyeket annál inkább érzékeltük, úgyhogy erről akartuk beszélni dr. Tóth Tamással. Ez a Bocskor! És 10 óra lesz 5 perc múlva, hát itt a Rothschild Brian Adams Stingray üzeni Dorottya megint. Képzeleden ennél a dalnál pattanok ki az autódból, bocsi, a férjemhez kell szaladnom, melléd ugorjon be, csini menyecske, imádlak, szép hétvégét, Dorottya. De helyes. Látod, hogy a dalok érzelmeket, mozikat keltenek emberek fejében? Igen, bennem is, abszolút bennem is. Én is nagyon élveztem ezt a kis utazást, amit biztosítottál itt ma reggel. Nagyon. Azt a munga. De nagy zene. Igen. A három király, úristen, mekkora nóta. Látod, kicsi gyurkó, létezik élet a fiúkon hátulról.
Közfecó. Létezik a fiú. Így. Közfecó, hogy megmutatod a világot. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy tudtam veletek beszélni egy gyerekkorombeli traumámról. 35 évvel később is hatalmas segítség volt ez nekem. Ti vagytok a legjobbak. Szép hétvégét az egész csapatnak, Péter. Péter, aki a gyerekkoráról mesélt, hogy a szomszéd meg akarta őket ölni. Éreztem, hogy elkezdte mondani Péter a történetet, hogy ez még nem dolgozódott fel teljesen. Ez iszonyat trauma lett. Igen, és kösz, hogy elmondtad. És megint zene, Attis. Azt mondja, Gabi bátyám, akkor ma megyünk csapdára? Legutóbb javasoltad, hogy ne vigyem a kislányom, ne tudd meg, mit kaptam tőle. Most muszáj vinnem, mert megígértem neki. Remélem, nem adják le, ha jönnek a férgek című számot. Kicsit nehéz lenne elmagyarázni neki, mit jelent. És ott egy idézet a dalból. Igen, Bézsi. Nem emlékszem, hány éves volt a lányod, ilyen 5 körül, vagy talán valamivel több. Én azt hiszem, hogy 13 éves. Nem volt, amikor pici volt, de 13 éves volt talán, amikor először mentünk. Fene tudja már. Én nem azt mondom, hogy nem, csak hát ugye apaként legyél felkészülve, hogy magyarázkodni kell. Vagy legyen mindig egy tartalék monológot, hogy olyan a dalszöveg, akkor el tud kezdeni mondani neki. Így van, vagy akkor vidd el a bárhoz, és akkor veszel inkább egy mojitót neki, vagy valami. Na, valahogy így. Oké, piros jön? Piros érkezik. Vágó piros érkezik, így van. Este találkozunk, tesó? Igen, nagy harcok lesznek este, csocsó harcok. Nagy csocsó harcok lesznek backstage. Laci, te? Én a kis amerikai vendégeinkkel. Ja, az amerikai vendégek és Anett meg Málnát vakar. Pihenek, és most hétvégén átpakolom a ruháimat, és ami tényleg nem hordok. Azt behozod nekünk. Igen, azt elajándékozom. Na, hát ez egy nagyon jó nagy cselekedet, vagy mi ez? Mert hogy szeretnék új ruhákat venni. Óriási. Mindenkinek megvan a programja, drága hallgatók, nektek is nagyon-nagyon jó hétvégét, és találkozunk hétfő reggel 6:08. Viszlát!